Szép jó reggelt! Hello, hello, hello! Szép jó reggelt! Sziasztok! Oké, okay. elvileg minden oké okay, most már. Tök jó, kell, működjenek a dolgok, minden szipi-supi, hello, hello, miau, -miau. minden, oké. Okay. Na, szép jó reggelt kívánok mindenkinek, sziasztok! Hogy vagytok? Eme -e szép napsütött a szombati dél előttön. minden sikerült jól és megfelelően és okésan beállítanom. Elvileg, aztán majd kiderül, hogy minden mennyire működik jól, és és ehhez hasonlókan. De ahogy én nézem, ahogy minden teljesen baszó, baró és állat, aztán várom, hogy megérkezzen mindenki, és jöhetnek egyébként is kacok a kérdések, meg minden hasonló. Na, elviekben, hogyha ezt én most ideig átdobom, akkor én is mindennel rendben vagyok. A uh, a stream végén ki fog sorsolni köztetek három darab steam kulcsot, szóval yeah. uh, Igen, igen, a trash reakció ki lett dob, dob, dobva. A trash reakciót elnapoltam, meg arra értettem, mert hogy most a tech talk nem lett volna kevem trash reactionálni és tech, talk tech talk Szóval az egészet arrébb dobtam, és akkor így áthoztam így most az egész dalt, hogy most így lesz, és így lesznek a dolgok azt, meg így fogom megtartani a mai adást. Ez okkal lett így csinálva, és így sokkal jobban fog működni. Szerintem meg nem tervezek már egy olyan hosszú streamet, mint ami eredetileg be volt tervezve a Trash reaction -nál. ezért ugye ez is hozzájárul ehhez az egész dalakhoz, mivel holnap lesz egy hosszabb stream déltől, ezért a mai stream egy kicsit rövidebbre sikeredett, meg kicsit rövidebb is lesz. Meg, mert ugye, skacok, van, van programom a stream utára, ez fog, ez fog történni a stream után mindenféleképpen ez az egyik idei új szett, és hát én most ezzel fogok szórakozni, miután vége az élőadásnak. Addig is nyugodtan jöttek a pc kérdések, kérdések, bárkitől bármilyen kérdést fogadok, amennyiben nagyon nagy baromság, azon esetben el fogjuk őket napolni, pakolni, stb. De hát ugye ma van a hivatalos Star Wars nap, aztán én is Star Wars legózni fogok ma. alapvetően nagyon gondolkodtam a Lego Star Wars játékon, hogy azzal kellene játszani, vagy bármi hasonló, de végül a a pénzbeli indokok miatt el, el, elpasszolom, mert ugye elkezdtem dolgozni, de hát a rendes normális mennyiségű fizetést majd csak jövő hónapban fogok kapni, és ugye addig türelmesen várunk a játékokkal és minden egyébbel, viszont nagyon köszönöm a Nexnek, hogy összehozta nekem a Helldivers, mert a jó esténként tolatni egy-két gémet, nagyon imádom, köszönöm még egyszer szépen Nex, és köszönöm szépen Misinek az ajándékokat, thank you so much, kacok, köszönöm a követést, ne felejtsétek el, ha valaki felszabbol. ugye TikTokon is van ilyen havi előfizetés, felszabbol ilyen 1000 forintért, annak a nevét meg fogjuk a VOD csatornán említeni, és fel fogjuk tenni a nevét, szóval, hogyha valaki, valakit megszállna a Szentlélek, és elérjük a szábgólunkat, hogy három helyet mondjuk ötlen legyünk, akkor azonnal bekerül majd minden egyes VOD alá, amiben ugye ti még szabok vagytok, a nevetek. Néztem, hogy van, uh, Zenless Zone Zero Early Access beta test, csak ilyen szerencséjáték szerűen kell hozzáférés szerezni. Wow, Nex, ez mekkora buzi már, mennyire buzis már. Jöhetek a nyugatlan, és a CPU-GPU kombinációk, a bármilyen tech kérdések. Én már egyébként így tech szempontból a Bluetooth és Wi-Fi foglalkoztam. Mind a három számítógépünkbe itthon szeretnék rakni egy-egy Bluetooth és Wi-Fi csipet, mivel mindhárman használunk wireless eszközöket, van, aki egeret, van, aki fejhallgatót, például és ugye van olyan, aki pedig csak külső hangszórót, és hát ugye a két asrok B650M alaplapba van hely neki, gyakorlatilag egy Wi-Fi access, nekem meg egy PCI extenderből lesz Wi-Fi csinálva, ami nagyon fasz. és imádom a Wi-Fi helyett azt mondani, hogy Wi-Fi, Wi-Fi, sokkal jobban hangzik. Addig is iszom a habos-babos kafilát témat. Szép jel, szia, 40 TX10 GB videókártya mennyire jó? Full HD-ban kiváló, Full HD-ban nagyon jó. Ha Full HD-ban akarod használni, és mondjuk munkára, arra teljesen indokolt és releváns a 16 GB, de azon kívül amúgy teljesen már játékra a 16 GB, egy fasság, egy pénzkirobás amúgy a legesleges -leges legtöbb játékot maxon ki hajtani full HD 8 gigából, és max 10-ből, és boldogan el vagy vele. Nem véletlenül van az, hogy például nincsenek ilyen-olyan dolgok, Hello, végül lett DC, Tinder room személy szerint örülnék neki. Zsolti nem lett, az én Discordom nem erre való, és amennyiben ilyesmit szeretnétek, használjátok a Tindert. Mert hogy az én Discordomon oké, okay, hogy vegyünk 600-an, de nem lesz én ismerkedő szoba. Nagyon sajnálom, hogyha valaki, valakinek ez még mindig igénye, akkor nagyon-nagyon szívesen ajánlom nektek az erre készült Discordokat. Processzornak mit ajánlok hozzá? Ryzen 5 5600X. Ha pedig azt kérdezi, hogy Intel-t nem fogok. De egyébként az jött a 10-11-12. generáció nagyon oké mellé. Nem kell ismerkedő me, szoba, szoba menjetek DM-be. Amúgy, de egyébként pont ott van, itt van a példa a Discordról, hogy ott van a Next meg a Nexup, akik összejöttek a Discordomon, itt vannak minden egyes élőadásban, többnyire, valamelyik őjük mindig, és akkor gyakorlatilag ők is úgy jöttek össze a szerverről, hogy nem egy ismerkedő szobában. Egyébként is katszok, hogyha ismerkedő szobák után kerestek, és ott akartok kapcsolatokat építeni, megnyugtatlak Titeket, hogy nem fognak működő kapcsolatok onnan felépülni. A legjobb és a legokésabb és a legjobban működő kapcsolatok azok mindig úgy épülnek fel, hogy egy baráti társaságból barátok vagytok, és abból átalakul, mert az egy tartós és értékes kapcsolat lesz. Ezek csak ilyen vitatkozós, toxik szarok lesznek. Basic Gamer PC-be, uh, B450 plusz 2 alaplap, vélemény, kiváló! szerintem egy nagyon jó választás. Árérték arányban egyébként a nagyon megéri. Tök olcsó, és tökre sok mindent tud. Na, szóval ilyen egyszerű. Ez, ez gyakorlatilag mindig jó mindenre. Gondolkozom, és kácsok, hogy mikor akarok majd szubatonozni, de egyébként abból majd nyár lesz, és nyáron valamikor majd lesz egy jó kis szubaton. Most pedig egyébként sok sikert mindenkinek, aki hétfőn érettségizik. Legyetek ügyesek, mert minden hasonló, szóval je. Yeah. Amúgy egyébként nyugodtan jött bármilyen más jelű kérdés is. Sikerült eladnom a vidikarim, gratulálok, úgyhogy jön jövő héten az Asus RTX Dual 4060 OC. Hát azért az 1660 az képest azért több videókártyányi uh, szenvedésen is át, átruházva, azért a 4060 az meg fogja mutatni, hogy ő sokkal több mindent tud ahhoz képest, és nyilvánvalóan egyébként te is jobban fogod majd szeretni hosszú távon hiddel. Szerintem mi lehet a baja az ai -onak? A te aio jódnak miért, mit csinál? Köszönöm szépen az ajándékokat, azt a mennyit küldtél, nagyon szépen köszönöm. Nyugodtan, a fié, amennyiben tudok sérteni az jó hibá elhárításában, segítek? Gyakorlatilag elég sok problémája lehet egy AIO-nak, mindenféleképpen van rá megoldás. És csak ne felejtsétek el, ha felszaboltok TikTokon, ugye a havi előfizetőké váltok, amit bármikor le tudtok mondani és nálam a legolcsóbra van állítva, akkor a nevetek megjelenik minden egyes leírásban, és minden egyes off részben, ugye minden egyes YouTube videó leírásában ott lesz kiemelve egy csillaggal a nevetek. Nyugodtan lehet, amiskor akarok bármit kérdezni, nagyon szívesen uh, segítek, amit leírnátok privátba, vagy tech csatornának, és megkérdeznétek tőle, tegyétek meg itt és most, én pedig a legjobb tudásom szerint egyébként úgy fogok segíteni, ahogy csak lehet ugye erre, erre, szolgálnak ezek az élőadások, hogy én így segítsek az ilyen problémáitokban, és oldjuk meg az IT problémákat, meg minden hasonlót. Ha pedig semmi problémátok nincs a géppel, de szeretnétek valami nagyon hasznos tanácsot, takarítsátok ki minél hamarabb, mert itt tavasz, vége, tavasz vége van, nyár eleje, most ül és száll a legtöbb por, mert gyakorlatilag megmozgatod a jó kis téli port, és felszáll mindenhonnan. Szóval, ja, takarítsatok egy jót a gépem. Uh, mit ajánlok a 4060? Ez egy 650-es seasonic a, a G12-t. Sziasztok, a gépemet, uh, FPS 360 eddig ennyi volt, és full HD-ban 230 volt, és 5TBS lett. Ezek annyira random adatok egyszerre, hogy egyik se befolyásolja a másikat. Bálint, köszönöm szépen az ajándékokat. Szia-szia, milyen videókártya ajánlom a Ryzenit 5800X komp gamingre, hát egy 3070-et, mert az maximálisan kihajtja, és akkor ugye full HD-n komp kompetitív ez az, szóval akkor jó magas FPS-eid lesznek, és mehet a 240 Hz-es monitor. Hali, nekem Xbox controllerhez kapcsolódó kérdésem lenne, a, mi az ma, figyelj, ahol dolgozom, ott is ö, értékesítünk Xbox controllert, elég sok mindent megtanultam róla, hát tudok segíteni szia i a 12400F elég a 4080 ti hoz. Szerintem az a maxa a 14100F-nek ott már battle kell de még, még tudsz vele jól játszani mit gondolsz a 4070 i7 14700K-ról? 14700K-t ki nem állom egyébként undervoltolni kell, alaplap beállításokat át kell állítani hogy ne tudjon 3000 wattot felvenni de azon kívül viszont bőven kiállítja a 4070-et röhögve Razer 3600 versus 5500 nincs különbség, ugyanaz a szar, a kettő. Az 5500 nem éri meg a pénzét, mert egy fos. A 3600 nagyon olcsó, szóval megéri. Videók alapján nagyon egy tűnik, tudom, hogy az 5600X kéne, 5600X ez így igaz. Az előző pc uh, 960 és i3, hát igen, ott azért vannak különbségek. Most ért le a Gari, és uh, driftel mindkettő analóg kar, most szervizbe van, de mitől lehet ez, uh, tehát össze-visszérzékelt, mit jelent az analóg kar hiba. Figyelj, ez nagyon egyszerű, uh, ezek úgy szoktak általában megtörténni hogy ezek ilyen kopó alkatrészek. Nyilván valóan tudod, hogy van benne egy rugós manizmus, hogy mozgatod, hogy mindig visszálljon középre. A rugó elgyengül, gyakorlatilag egyébként a rugó elgyengülési ideje kettő év, ezért szokták azt javasolni mindenhol, hogy amikor Xbox analógot veszel, mindenféleképpen pluszgarival garival vedd, és legalább, legalább egy év pluszgarival garival vedd, mert a legjobb rugók is egy ilyen két és fél év után elkezdenek begyengülni, és ha napi szinten használod, akkor ká. Kétszer már pasztáztam, de a radiátor teljesen hideg, és a proci ez miatt 85 Celsius fok. Oké, okay. szóval a pompád nem működik jól, nem hatékonyan működik a pompa. Ha a radiátor teljesen hideg, az gyakorlatilag akár azt is jelentheti, hogy a pompa már nem megy. Csak a víz gyakorlatilag, ahogy a hő felárad a vízből, ugye úgy hűti, de hogy, ahogy én nézem, hogyha 85 fok a proci, és a pasta már nem segít, akkor valószínűleg a pompád leállt, és már nem is működik. Gyakorlatilag képzeljétek el, hogy nem forog benne a víz, csak ugye áll a víz, melegszik a víz, a meleg víz elkezd emelkedni, a hideg vízbe jön valamennyi le, ugye megy a hőátadás a kettő között, ezért nem kapcsol még ki a gép, de ki fog egy idő után egyébként, mert a hatékonyság az, az, az egeket karcolóan szar, én mindenféleképpen azt mondom, hogy ezt volt ki. Ne felejtsétek el, aki itt marad a stream legvégéig, ott három darab játékulcsot fogok a stream legvégén köztetek kisorsolni. Szóval lehet hívni ismerőseket, barátokat, minden hasonlót, és lehet jelentkezni a PC gépház nyereményjátékra. Az még itt van, itt a kocsiba, 7500 követőnek is fogom sorsolni. Szép jó reggelt, 5000... Figyelj, teljesen rendben van. A, memóriát nem értem, hogy miért tettél bele egy memóriát, amit nagy iparok szoktak rakni a, a munkaállománygépekbe. Nyilvánvalóan tartós, de nem terhelhető. Azon kívül minden mást megértek. Ryzen 1700 x RTX 3070 Ti, vagy Ryzen 5600 RTX 3080. Na figyelj, én, én, nem értek itt, itt két dologgal van uh, Wolfi bajom. Az egyik az, hogy a Ryzen 5 nem fogja kiállítani a 380, t a másik az, hogy miért nem úgy rakod egy Ryzen 1700 x 3080 Ti mondjuk, az egy sokkal erőteljesebb és komolyabb és királyabb kombó lenne, ebből hatékonyságilag, hatékonyságügyileg sokkal jobb dolgokat tudsz kihozni, és mindenféleképpen jó lesz. Szép jó reggelt, szép jó reggelt, és kacok, ne felejtsétek el, hogy a stream végén tudtok nyerni játékulcsokat. Steam-es játékulcsokat egyébként, ezt kiemelem, és nyugodtan lehet keresni, meg írni, meg stb. <tosz> nyugodtan jöhetnek csak ezek a kérdések, nem tudom, lehet egy kicsit szombathoz képest korán kezdtünk, lehet egy órával később kellett volna, abszolút meg tudom érteni, így is késnem egyébként egy pár percet a live de remélem ez senkit nem zavar, és elfelejtettem bekapcsolni a recordingot, szóval ez egy igen érdekes vod lesz, semmi gond, akkor most már ez egy rosszabb minőségű vod lesz, nem olyan jó, mint a többi, de ez van. Most nincs mit csináljak vele. Kb. mikor lesz vége? Bálint, tudod mi az egészben a legjobb? Hogy ezt nem tudod. Szóval, hogy addig itt kell maradnod, ameddig vége nem lesz a live-nak, és akkor majd akkor tudod meg, hogy mikor van vége, amikor azt mondom, hogy sziasztok, és elköszönök. Ugye ezért szeretem ezeket a stream, stream végén kisorsolunk játékulcsokat, mert ilyenkor az ember megfogja, bedobja a live-ot valahova, hallgatja, nézi olvassa, beszéli, és gyakorlatilag majd egyszer valamikor vége lesz, és akkor majd kisorsoljuk a játékot. És én azért is szeretem ennyire az egészet, ugye ezért szeretem ezt a fajta megoldást, mert ilyenkor így lehet is szórakozni az emberekkel, mert akkor mindenkit az érdekel, hogy mikor lesz vége, mert elmegy, azt majd visszajön a végére, de nyilvánvalóan nem, uh, nem mondom meg. Én tudom, Na, nekszúbb szép Azért, mert hardware nézek össze összeszerelt gépek, ö, gépet, és lehet választani, hogy mi legyen benne. Á, ah, Wolfi, miért nem veszel új számítógépet, és miért veszel ilyeneket? Egyébként mind a két kombó nonsensül hülyén van összerakva, mert az egyik jó, a másik meg ilyen Éh? nem tudom, fura. Szép jó reggelt, Hadi Ali, sziasztok. Igen, 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 igen. Egyébként, aki nem látta még, vagy lemaradt róla, ugye én, én ezért, ezért lesz majd kicsit rövidített a live, én ezzel fogok ma a mai élőadás után szórakozni. És akkor ugye ez az egyik indoka annak, hogy a mai live egy kicsit rövidebb lesz, és ugye egy kicsit megváltoztattam. Ló közben jó háttérzaj. Uh, Olye. Oh yeah. <coughs> ja, értem, 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 neksz, mindent értek, Haljali, Mikor kezdődött a live? 15 perc kezdődött a live, 15 percet tartunk. Egyébként nem volt még semmilyen nagy érdekfeszítő téma megérintve én hoztam, egyébként én készültem nektek pár témával, és ezeket a szóval is fogom tenni, és beszélgethetünk majd mindegyikről részletesen akár, vagy nem részletesen akár, de hogy egy pár nagyon érdekes dologgal készültem nektek, nézzük, hogy még is legyen az, amivel, amivel kezdem. Mondjuk az autós carplay téma is, és az, hogy lesznek Apple autók, erről is beszélhetünk, hogy lesznek olyan autók, ahol nem lesz uh, semmilyen más CarPlay, csak az Apple-é, uh, például egyébként a Sambombinél, és lesznek olyan autók, ahol pedig nem lesz Apple, csak minden más is. Szóval gyakorlatilag majd meg tudod határozni azt, hogy kinek milyen telefonja van az alapján, hogy milyen autóban ül. Na, ennek örülünk nek Next, bazd meg next up. Istenem. Uh, full 400k környékén, mit ajánlok? Um, Wolfi, kattints a profilomra, azon belül pedig találsz ott egy YouTube csatornát. 100.000 forinttól 1 millió forintig rakok össze számítógépeket, különálló videókban, jó szórakozást. Miért szeretnél? Nem, egy 3090-hez nem elég egy Ryzen 4500. A Ryzen 4500 az a Ryzen egyik legszarabb processzora, gyakorlatilag egy Office felhasználású, gyengített, magos processzor, kurvára melegedik, és minden hasonló szívből utálom, és egyáltalán nem képes kiajteni még a 4060-at se, meg a 3060-at sem, nem, hogy egy 3090-et. És egyébként a 3090 nem 12 gigás, csak úgy kérdezem, és a 4090 a 24 gigás. Szép jó reggelt, Ádám! A Szentély 1700X, 16 Trammal, ebből mit fejlesztenél? Hát elsősorban a processzorral kezdeném, hogy vennék ugye az első gen helyére mondjuk legalább egy harmadik gent, ahhoz mondjuk vennék egy uh, királyabb 40-60-at, és akkor úgy onnan már elég jól el tudnál indulni az egész build -el. Egy Ryzen 7 3800X-el, egy 40-60-nal ugye battle kelnél, de amúgy nem lenne rossz sokkal jobb lenne mondjuk, mint egy Ryzen 5 3640-60-nal, nyilvánvalóan élvezhetően tudná játszani, és tök szerethető lenne amúgy a dolog, so, yes. Én szerintem of, of, course, hogy megéri, mindenféleképpen lehet fejleszteni, ugye amiben belemegy a Ryzen első szériája, a max a harmadikig belemegy minden más is, szóval azt is tudom mindenféleképpen ajánlani, Tényleg, skacok, ami jár, ami azokat mindet szoktam nektek ajánlani, mert le, mert egy kis semmi változtatásokkal olyan szinten tudtak uh, sokkal jobb dolgokat összeszedni. Rezek a telefonom, kapom az e-maileket, erre a faszom magyar pártok küldik nekem a kampány e-mailjeiket. Nem tudom, uh, ha. Az elmúlt 24 órában írtam az összes magyar pártnak, hogy leiratkozom a hírleveikről, és feljelentést teszek, ha még egy e-mailt küldenek, um, és ezeket annyira veszik komolyan, GDP szerint, hogy gyakorlatilag nyomják baz meg a további e-maileket, hogy bassza meg a kurva élet. A tököm ki van az összes ilyen cuccal, hát amúgy. YouTube prémiumot vesztek az emberek, annyira idegesíti őket már a politika. Hát így látszik az, hogy Magyarországon a YouTube prémium vásárlás az elmúlt egy hónapban 34 vagy 35 százalékkal nőtt meg. az hivatalos statisztika szerint. Ez gyakorlatilag azért van, gyerekek, mert annyira Annyira, de annyira irritálja az embereket a rengeteg lejárató és polgárpukasztó a reklám, hogy az embereknek ki lett a töke, és inkább kifizetik a YouTube prémiumot, hogy ne lássák se telefonon, se sehol máshol. És amúgy milyen jól teszik bazd meg, mennyire tudom élni, mennyire elegem van amúgy nekem is belőle, mert ugye három, három a, ha Izé három YouTube-on van, néha szoktam mind a hármat használni, így random össze-vissza, és képzeljétek el, van, nincsen prémiumom, és a tököm ki van bazd meg az összes gázfaszú, genyú reklámmal, Izé After effects összerakott és mindenféle reklámok. Tényleg nagyon meguntam őket, elegem van belőlük. Az nagyon cringe egyébként az egész reklámszféra. Legalább valami termék lenne, amit szívesen megnézel. Na, de egyébként igen, itt, itt ez egy vicces infó volt, hogy a YouTube prémiumoknak hogy megnőtt a száma. Uh, Megéri vízütés megoldás, olvastam, hogy pár fokot jelent csak, de egy helyet három eleme romolhat el. Nem, Ádám, ebben tévedsz. Nem három elem romolhat el, hanem elromolhat a pompa vezérlő. A pompa, a szívó nyomó része a pompának, elt uh, a pompánál és a radiátornál is a for forgószál tönkre mehet. A cső tönkre mehet. A radiátor tönkre mehet. 7 darab hiba lehetőséget van. Még egy torony hűtőnél, ami kettő ventilátoros, kettő hiba lehetőséged van. Egyik ventilátor, másik ventilátor. Csá! Ryzen 5600X mennyire jó videóvágáshoz? Figyelj, ismerek több embert, aki használja. Egyébként tök jól ki tudja tolni a, a premiárt. A Full HD-ban. Szóval, hogyha két k felett akarsz videót vágni, azért ott már rendesen kellenek magok, nem egy hatmagos prociról beszélünk. Nagyon szívesen, Ádám, egyébként. És kácok, bármilyen ilyen kérdésetek van, nagyon szívesen megválaszolom. Az én következő gépem ai hűtött gép lesz, mert az egyik munkatársammal itt beszélgetjük, hogy én na nagyon szeretem most az Evangeliont, és építünk egy custom Evangelionos gépházat, amiben, amiben nem lesz megoldható a toronyhűtés. Szóval igen, Képmutató leszek, és egy Arctic Freezer 280mm-est fogok venni. Of course, hogy csak a legjobb márkát, amit mindenkinek ajánlok is, de hogy mindenféleképpen a következő az most visszújtott lesz, és nagyon kíváncsi vagyok, mert ugye nekem megmarad a léghűtőm, bármi elromlik, mindig tudom majd cserélni. Szép jó reggelt, Mi, Mikor megyek veletek lolozni? Nem, mostanában se. Feltűnt, aki Steam-en barátom, vagy Discordon nézegeti, hogy nem igazán láttok engem játékba belépve. Jött 12400F, MSI Pro, h 610 mg 360, ti figyelj, figyelj, rendben van, rendben van, semmit nem fejlesztesz, játszod a gémeket, érted? Bálint, játsz, ne költsd a pénzed fölöslegesen, nyomast full HD-ban, játsszál, élveszt ki, ne, arra, ne költsetek a gépetekbe fölösleges pénzeket, amikor nincs valamire szükségetek. Elviszi a játékot, tudsz vele játszani? Csináljátok úgy, mint a régi gépetekkel, tudjátok, amikor nem volt pénzetek. Tegyük félre a pénzt, nyomogassuk a gémeket, így jön össze, így jön össze, úgy jön össze. szarjad le, nyomjad a gémeket, élvezd ki az egészet, és ennyi gyerekek. Mi a véleményem arról, hogy kell PS a konta figyú, egyrészt, mint... Öh, folyjunk bele akkor a témába. Nyugodtan jöhetek a kérdéseket, befejezem a Helldivers-ös gondolatmenetem, és válaszolok minden kérdésre. Alapvetően ugye most a téma az az, hogy az Insomniac Studio, nem tudom, hogy mennyire leplezett vagy leplezetlen titok, megvette. Megvette a stúdiót, aki csinálta a Helldivers. Eladták a stúdiót? El. Miért adták el a stúdiót? Mert a Sony 100%-ban azt mondta, hogy a stúdió marad az övék, ők fognak dolgozni, a Sony-nak fognak dolgozni, a fizetéseket megduplázzák, a szerverkapacitást átveszik, és gyakorlatilag minden maradó ott, ahol van, csak a sony leszünk. Viszont a sony volt egy elvárása, hogy ugye ő szeretné a player t ezért tulajdonába venni, és igen, kell regisztrálnod egy easy step, step-by-step step, uh, pocinyalogatós uh, cuccot, és végig fogsz menni a helldivers Ez mit fog jelenteni egyébként a jövőben? Több mikrotranszakciót a játékon belül, ami egyrészt, nem jó, mert több pénzt lehet a játékba költeni, másrészt nagyon jó, mert aki pénzt akar a játékba költeni, több lehetősége lesz. A harmadik dolog, amit jelenteni fog, hogy stabilizálni fognak rengeteg bugot és minden ilyesmit. A negyedik dolog, amit ez jelent, az, hogy a Sony bele fog önteni milliókat a stúdióba, és kap módot eldivers ez már így egy lík amúgy, és a Helldivers 3-at elkezdték fejleszteni motor upgrade-del mindennel, négy különböző fighting metodot uh, le, ugye van a bogár robot, ez marad, lesz ember-ember ellen két fraction, és egy ilyen Titanfall-szerű robotos tudszol, ilyen exoskeletonokkal fightoltak egymással, ez lesz a Helldivers 3, Ugyanúgy menni fog a mémelés, ugyanúgy a stúdiónak szabad keze van, a különbség az annyi lesz tényleg, hogy rengeteg pénzt fog beleokádni a Sony a Player B -er cserébe. Nekik ez megéri, nekünk pedig ez van. Na, uh, nekem az a baj, hogy nem tudom, mi miké, kéne, csak hogy uh, mire kell. Figyelj, Monster Wolfi, Amennyiben neked van egy ilyen elképzelésed, kattints a profilomra, keresd meg a Patreonom, 25 euróért mondasz egy összeget, megmondod a játékot, leülünk veled két órát beszélgetünk, összerakom neked a gépet ától z olyan pontra, hogy már csak a rendelés gombot kell lenyomd, és amikor összerakod és beindul a gép, úgy fog menni, hogy fog, kell menjen. Na, egy kérdésem. Kicseréltem a régi cuccokat a gépen be, a Core 2 Duo e e, e 040, igen, és egy Summer Carbon Fix 60 FPS, sokkal jobban kiadja és nem droppol, mint az Atlonnal. És ha vennék bele egy ramot például 8 gb akkor is jobb, mert így lovon megy. Hát figyelj, magasabb grafikát nem fogsz tudni elérni, csak, csak ugye sokkal, de sokkal kevesebb izét, létanszit, ugye töltésnél, meg minden ilyesminél, meg cashingnél lesznek a javulásai, de amúgy egyébként full ennyi lesz az egész, azon kívül másod nem fog javítani. Tudom, hogy az i 5 -11 generáció nem a legjobb, de ha 1440F vagy 1450, akkor melyik i 8500 ról Hát szerintem az 1450, 145, szóval 145 ös biztos, erősebb, mint a 144-es, mindenféleképpen, de egyébként ebből kell legyen egy hatos, egy 14600, őt ajánlom egyébként, mert az a mindig, mindig nagy szó volt, hogy 600-ost kell venni, mert az összes többi egy ilyen lehúzás, hogy annyival gyengébb, hogy már ilyen látványos. Mert így az autó körül 50-58 FPS van, mert ugye sok alkotrészből áll, dobna rajta a RAM, igen. Biztos, hogy stabilizálná a RAM egyébként az FPS-edet. Szép jó reggelt, sziasztok, üdvözlök mindenkit egyébként, srácok, nyugodt lehetek a kérdések, azt hiszem, hogy kicsit túl sok vitt hitem, Bocsánat, hülyéskedek. Uh, nyugodtan jelentem, hogy egyébként bármilyen kérdés, amennyiben tök rá válaszolni a megfelelő módon, akkor oké, okay, amennyiben nem, akkor bocsi, de jelen pillanatban egyébként nagyon gondolkozom most azon, hogy mik fognak kijönni. És DDR2, ez van 4 gb modul, DDR2, hez egyébként én még 16 gb modulról is tudok, csak ugye kurva ritka volt, ugyanúgy, hogy DDR3-ból volt 64 gb modul, de annyira ritkák voltak, hogy hú, nem is tudom, azt hiszem, ilyen használt piacon láttam csak. I9900K mellé milyen végé? A 4070 max, max, max. Mennyi, uh, mennyiért is raksz össze gépet? Régebben láttam a videót, de elfelejtettem az árát. Uh, figyelj Bálint, ez milyen, milyen jellegű kérdés. 12 ezer, uh, 12 ezer 12 euróért tanácsot adok, hogyha neked már van egy összeállított géped, de ami nem vagy benne biztos. Leülünk, átnézem, még egy kicsit változtatunk, ilyesmi, lazán. 20 euróért mondasz nekem egy árat, meg hogy mire akarod használni, meg dumálgatunk, összerakom neked átol az ég. Ha pedig én kell neked megépítsem a gépet, akkor ugye szóba jönnek a változtatások, ott, ott pedig az 60 euró, és ezt élő adásban, streamben fogom neked összerakni. Mindenestől estől összerakjuk, becsomagoljuk, ápostázom. Tudsz nekem ajánlani egy 80 ezer forint értékben PC-t, ETS2, meg TikTok live-ra kéne? Nem. Köszi, amúgy nem értettem a sok hisztit miatt, a, uh, mármint a PCA-kont miatt, PSA-kont miatt, jaj, gyakorlatilag egyébként már így uh, elkezdte, elkezdett valaki hisztizni, felment a globális hiszti, rájöttek az emberek, hogyha most ők hisztiznek, és mondjuk megy ez a globál hisztiria, akkor ugye ez felhypolja a játékot, szóval nagyobb hisztit csináltak belőle, a játék pár ezért azért fizetett, és ja. azért, mert én használ dolgokat nem ajánlok Zoltán, és gyakorlatilag úgy gépet pedig 80 ezer forintból normális minőségűt nem tudsz venni, szóval hogyha egy normális gépet akarsz venni, már legalább ets ami egyébként egy kicsit igényesebb játék, akkor mindenféleképpen 150 ezer forintnál kezdünk. Na mert most 2 plusz 2 van, és kéne legalább egy 4 plusz 4, nem? Hát lehet, lehet kéne. Uh, nagyon szívesen, jött a 12600 kf 4070 mellé, most 15... 10... Uh, figyelj, Bele, be, belerakhatsz, belerakhatod a 40 et még 16-tal, jó lesz, szia, szereted a motorokat, uh, nem vagyok egyébként egy hatalmas fanyja a motoroknak, uh, kurvára írjuk amikor így pufogtatják, meg nyomogatják a motoros. hogy ne-ne-ne, rabagassanak egy pufogó, jaj, de vicces lesz! Figyelj, 150 ezer forint értékben én összeraktam YouTube-on ától az egy gépet, a I i3 tízez, tízez generációval, és aztán egy RX 5600-zal. kiemelkedően jó teljesítményt hozott egyébként játékokban is, nagyon sok mindenre jó lenne. De egyébként Zoltán, én mindenféleképpen azt mondom neked, hogy menj be egy ilyen notebookos boltba, és nézd meg az ottani notebookokat, mert 150 ezer forintért kb. olyan notebookot kapsz, ami ami már elég okésen, ki, elég okésen elviszi azt, amit te szeretnéd, és azon kívül... Yeah. Uh, micsoda? Steam kulcsokat kisorsoltad? Már lemaradtam picit? Nem. A, le, a, stream legvégén fogok három darab kulcsot sorsolni. Ma vettem őket. Uh, neked PC kéne inkább. Miért? De miért? Twitchen is? Ah, figyelj, TikTokon fogom kisorsolni, de átjöhetek majd Twitch-ről is nekem ez teljesen mindegy lesz. Úgyis ilyen kérdéseket fog feltenni, és mindegy, hogy hol válaszoljátok meg, a helyes, helyesen válaszoló kérdések, a helyesen válaszoló emberek fogják kapni. Akkor viszont Zoltán ajánlom a Youtube csatornámat, ott csináltam erről egy videót, és 150 ezer forintot milyen gépet lehet összerakni, és ja. Egyébként, hogy egyébként az egy terabájtos gép, de nem értem, hogy miért a tárhely mindig a main priority, amit elsősorban megkérdeznek az emberek. Kurvára az a leges, leges, legutolsó dolog, ami elgondolkozol, hogy mekkora legyen a gép, mert azt fejleszteted. Azt mindenféleképpen lehet fejleszteni. Annak nincs vége, hogy mennyit tud lekezelni. Oké, van vége. Van vége. Petabájtokat már nem kezelnek. Szerinted megírja a 40 játékra? Lazán. Csak full HD-ban maradj, ne menj feljebb. Andrew, szép jó reggelt! köszönöm szépen, hogy itt vagy a csatornán, és köszönöm szépen még egyszer, hogy itt van egy... Hogy szább vagy? Ennyi. Amúgy nem tudom, mi ez a 40-60 utálat mindenkitől, meg hogy nem szeretjük, meg hogy utáljuk, meg minden. De hogy egy, egyébként teljesen okésen el lehet engedni, meg mindenki teljesen okésen bele tudja engedni magát, hogy oké. Okay. Sziasztok, ott van a Cloud Gaming, uh, is be, uh, belegondolsz. Oké, okay, de a Cloud gamingről nem, szok, nem beszélünk, mert itt most ugye a csatornának és ennek az egész tartalomnak az a lényege, hogy arról beszélünk, hogy hogyan, lehet jár hogyan ki mit csináljon a gépén. Nyilvánvalóan, hogyha veszel 150.000 forintért egy olyan gépet, amit én ajánlok, azon már full HD-ban minden játékkal fogsz tudni játszani, amivel nagyjából akarsz, és kompromisszumosan elmegy. Na de, ugyanúgy ott van, hogyha játszani szeretnél, és magas grafikán, meg minden ilyesmin, a cloud gaming abszolút megéri. De annak utána kell nézni, arról magyarázkodni kell. Én most nem akarom bemutatni valakinek, aki életében nem hallott a cloud gamingről, hogy mi a cloud gaming, hogy működik, márre mi. Szóval, ugye, skacok, én ezzel most így nem fog foglalkozni. Tolk is segíteni, GT5 van problémám. Figyelj, Andrew feltett fel a kérdést, hogy tudok segíteni, válaszolok. Ha nem tudok segíteni, akkor azt mondom, hogy dobbe Discordra. A cloud gamingre, jó, nem elég egy táblagép, mert ugye azért kell a gép a, cloud gamingre is, hogy oda tud tenni a kurva egy monitor elé magad, meg minden ilyesmi. Inkább átfogalmaznám, amit 20 Soldier mondott. Igen, cloud gamingre nem kell gép, elég egy LG TV. LG TV-vel olyan kurva jól lehet cloud gaming elni, hogy beszartok. Csak ott is meg kell venni a játékokat ugyanúgy, mint minden a máshol. Szép estét, sziasztok! nyugodtan lehet feltenni a CPU-GPU kombós kérdéseket, ez jó-e, az jó-e, amaz jó-e, nyugodtan feltehetek bármilyen ilyen jellegű kérdést, amennyiben tudok rá válaszolni, válaszolok, de mindenféleképpen meg fogom nézegetni az egészet. Szóval, je! Yeah. Igen, csak egy példát mondtam. Persze, de egyébként ott vannak a táblagépek, ott van ez, ott van az, ott van amaz, rengeteg mindennel lehet cloud gamingelni. Szerintem, amúgy a táblagép az pont az egyik legrosszabb dolog cloud gamingre, mert úgy szétkúrja az Axiát, mint a szart, de mondjuk a laptopoknak is mindenféleképpen szétolja az axiát mint a szemetet. Na, hát alapvetően az összes olyan eszköz, amivel cloud gaming-elni szeretnél, az, hogyha nem direkt áramos, annak így az aksiával baj lesz hosszú távon. Nem tudom, én ezt az akkumulátoros módszert, ezt annyira utálom, annyira szeretem, hogy régen ki tudtam kattintani az aksit a tucokból, azt elhajítod oldalra, hogy nem kell az. Számítógép mikrofon kamerát tudsz nekem ajánlani? Zoltán, ingyen nem. Hát, amióta AMD videókárén van, azóta nagyon nagy FPS dropjaim vannak, viszont az nem a videókártyának az oka, néztem sok belteresést, be de semmi se segített. Viszont ott nem a videókártya az oka, hanem valami elkapja az áramot egy pillanatra, vagy a játék optimalizálatlanságával van baj. Mert egyébként mástól nem hallom, hogy AMD videókártyával FPS dropjai lennének, ez gyakorlatilag ilyen, ilyen házon belüli magán problémaként. Ja, Istenem, az majd, itt nem lehet az embereknek viccelni. életedben, nem, életedben nem mondtak még neked vicceket, hogy mi a franc? Bro, de gyerekek, 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 mi a faszom veletek? Próbál az ember itt viccelődni ezt, még a végén megsértődnek rá számítógépet, figyelj, mondtam, ott van a 150 k gépen, van a streamplify nak egy 22 forintos mikrofonja, ami teljesen király és elég, és nagyon-nagyon jó a hangminősége, kamerából pedig nyúj a zsebedbe, hát én a Streamplify kamerát fogom ajánlani, vagy a Logitech streamcam vagy a Logitech brio -t. ezek nagyon jó kamerák, webkamerák kezdéshez, de ott rendesen bele kell nyúlni a zsebbe, és azt el kell fogadni. Legalább egy ár, Árat mondj, mennyiért? De hát nem fognak, nem fognak egyébként. A gyerek nagyon fiatal, és nem értem, miért akar TikTok live-olni, amikor nem kéne még neki. i 5 12400, FRTX 4060 kombú jó választás. Figyelj, amúgy gyakorlatilag elég komolyan raktad össze. Még ott lehet egyébként felfelé és menni. Nyilvánvalóan ez már csak a pénztárcát, függ! Ja, egyébként már megkaptam is kacok, hogy ne nyújtják mások pénztárcájába a számítógépükkel, mert ugye így tudom, hogy milyen, melyik ember milyen pénzügyi cuccon vagyok. Ne higgyem, hogy nagy a fiatal vagy? Hát akkor meg nagyon nagy a baj. Szóval, hogy akkor meg nagyon-nagyon nagy a baj, hogyha ne higgyem azt, hogy fiatal vagy. Akkor lehet, hogy nagy a gáz. 12400F milyen alaplapot ajánlok? Figyelj, a 12400F-hez szerintem mindenféleképpen egy B-s alaplapot válasz. Vagy amúgy jó lehet egy H is, hogyha nem fogod túlterhálni, meg minden ilyesmi, de hogy így mindenféleképpen egy mit kategóriás alaplapot, ajánlom figyelmetbe az asus ami nem, ami nem Prime, mondjuk egy Asus TUF-ot, egy emesít, vagy akár valami nagyon király asrokot. A filmát is néztem, ott is nagy FPS drop, és már tényleg nem tudom, mit kellene csinálnom. Andrew, az első dolog, amit néz meg, kérlek szépen, hogy nyisd ki a számítógépet, és nézd meg, hogy jól bedugta e a kábeleket. Mert az is lehet, hogy amikor fel akar venni soke, sok áramot a, a videókártyád, akkor ugye nincs hold, bejön az áram, visszadobja, akkor gyorsan megszívja a PCI Express-t, és akkor ugye megint megy. Lehet, hogy egyébként egy ilyen kábelérintkezés a baj, ami amúgy veszélyes. Nem pont 2-es érdemes hővezető csíkokkal bevonni egy laptopban? Nem. Laptopban abszolút nem számít. Ne nyúlj bele, a laptopokat hagyjátok úgy, hogy a gyártó összerakja, mert ő tudja, hogy úgy kell működnie, és csá. Asus B760 uh, plusz jó választás lehet? Igen. Szia, uh, spani videókártya, venni ilyen random leállt, több reboot után sem ment, aztán. Uh, Életre kelt, mi lehet? Dorian, nagyon egyszerű, azt, hogy hülyeséget csináltok, és nem néztek utána a dolognak, előbb könnyebb Google-be írni. A történet az az, hogy a videókártya, hogyha nem elég meleg, nem kapcsoljanak be a ventilátorok. Van egy ilyen passzív módja, amiben működik, abban a passzív módban amúgy alapvetően nem kapcsol be a ventilátor. A ventilátor már csak akkor fog bekapcsolni. Jó, Soldier, most komolyan, azért nem kell olyan genyó drága szart vennie. Neki, ne, neki soha nem lesz arra szüksége, amit a Rockstrix ad. Szóval hogy ilyen egyszerű amúgy a megoldás. Uh, gyakorlatilag csak azért nem kapcsol be, mert nem volt elég meleg. Amikor ráadtuk egy terhelést, a kártyára autóból bekapcsolja a ventilátorait. Ez azért van, hogy tudjon spórolni maga a ventilátor használat alatt árammal, és ugye nyilvánvalóan hamarabb tönkre is megy a kártya, hogyha nem forognak állandóan a ventilátorok, de állandóan forognak a ventilátorok, kisebb bírnak a két évet. 76 foknál uh, g alatt se indul be, az már viszont uh, control modul hiba, MSI Afterburner-rel uh, állítsátok be manuálisan, hogy hogy működjön. De az a fura, hogy uh, csak GTA-nál van, viszont akkor, akkor viszont ez egy teljesen más dolog lesz, mert akkor ez egy gta uh, különálló probléma, és így szerintem teljesen el elengedheted. Uh, figyelj, Alex, hogy kíváncsi, hogy milyen gépem van, kattints a profilomra, ott pedig át tudsz menni a Twitch-emre, twitch pedig az About névjegy egy részben részletesen le van írva a számítógépem. Jó van csak igen, a Hali mivel tudok, uh, tud többet a 14700 KF, mint a 13700 KF? Semmire. <gly> Gyakorlatilag ugyanaz bazd meg, csak több áramot teszik. Jött 1400 F, elég az AK20 digitál, bőven még sok is neki. Inkább legyen mindig egy kicsit több, mint kevesebb. Szép jó reggelt. Uh, yes, igen. Szóval gyakorlatilag az AK-20 Digital majdnem mindent le tud hűteni. Call of Duty-ban kidob directx el Hát figyelj, akkor itt az ideje videokártya a driver update-eknek, DirectX manuális letöltésnek és minden hasonlónak. Egyébként én nem vagyok egy szoftveres ember, szóval a Reddit a barátotok, Google a barátotok, kezdjétek el beírogatni, rengeteg ember van a világon, mindenkinek vannak rá megoldásai, én hardveresen el tudom mondani, hogy mi, mi, miatt csinálja, de a Reddit a legjobb hely számotokra, ott mindenre fogtok megoldást találni. Én elmondtam egy-két tippet, amivel tuti meg lehet oldani, de azon kívül én részlete, részletbe menően nem tudom megoldani a szoftveres hibákat. Általában egyébként a Reddit megoldja nektek ezeket a kisebb-nagyobb problémákat, és ilyen egyszerű. És ennyiben ki is fog merülni a dolog. Szóval gyakorlatilag nincs miért ezzel, ezzel itt ízéljünk. Cserélt ki a videókártyát, biztos megoldja. Asus jó a bios -a. Hát az Asusnak nem a legjobb a bios -a, de elég oké okay a bios -a. De azért megné megnézem, hogy nem a -e kábel uh, moddinggal uh, van-e baj. Hát egyébként az is lehet. Ryzenet 3600-at OC-zni mennyire éri meg? Ne nyúljatok az oc főleg nem A alaplapon, bazd meg de ezt annyiszor elpofázzuk, gyerekek, hogy az A alaplap az arra való, hogy a bioszát se nyisd meg. A B alaplapon se nagyon az X alaplapokat találták ki ócézásra. Azért lesz egy alaplap A, hogy az a legbarátibban hülye gyerek biztos és csá, és uh, nem, nem, már, már rosszul kezdődik. Miért akartok belenyúlni valamiben, ami jól működik 5 FPS-ért? Mert többet nem fogsz tudni kicsikarni belőle. Nekem az AK-20-a a, a x 3D-t 100%-on pörgetve maximum 81 fokig hagyta melegedni, de elég egyedi paszta megoldást használtam, egy jobb paszta talán hatékonyabb lenne. Hát egyébként Paldi itt is 81 fokig hagyja melegedni amúgy, hogyha teljesen-teljesen megadom neki a kurva életet. Uh, jó vagy nem? 5700 XT-re mit mondasz? Szerintem elég okés. Okay Milyen gamer, mo gamer monitor ajánlok? Hát figyelj, van egy pár lehetőség, amit tudok mondani, hogy elég jó, de mindenféleképpen egyébként Acer, Asus, ezek kiválóak, a Samsung G3, G5 nagyon jó, az MSI-nek most vannak nagyon-nagyon basszó monitorja, ezeket mindenféleképpen tudom ajánlani. A CS szerinted az Evga 700 watt Gold tápot vegyek, vagy egy 750 bronz seasonic -ot? Bronztápot nem veszünk, ez egy, alapt, ez egy alapszabály, hogy gold alatt nincs táp, de mindenféleképpen egyébként én sokkal jobban ajánlok mondjuk inkább egy 750-es Seasonicot, az hatékonyabb és jobb lesz és minőségibb, mint egy 700 wattos mondjuk Evga, de nyilvánvalóan vetsz Evgát is, de mondjuk bronzos 750-es Seasonic szerintem nincs, és te a G12 goldra gondolsz, de igen. Na. Nagyon kíváncsi a további kérdésekre is. Micsoda 80k? Jön 80 ezer forintig? Hát figyelj, ez -e belefér egy, uh, izé, egy Samsung Odyssey G5, ami szép és király. Az i9 14900 k mindenképpen Endor kell? Á, meg <laughs> se elég neki. Láttam különböző teszteket, gyerekek, hogy az Undervoltolt i9 14900 k megdöglik nincsenek olyan i9, nincs a 14. generációs i9-ből olyan, ami kimarad, bazd, ami, ami, simán túlélte a világot. Mindegyiknek baja van. Mindegyik halik megfele, mindegyiknek pusztul kifele. Az összes I 14. generációs i9 egy szutyok, halál, fos. Gyakorlatilag a legnagyobb emberek Linus a Linux Tech tips a Metli rengetegen mondják azt, hogy egy szar, nem, bírod, nem bírják fenntartani úgy az egész cuccot, hogy ne kelljen belenyúlni a BIOS-ba Undervoltért, hogy ne kelljen visszavedd az áramengedést, és az meg, igen, le kell limitálni 220 wattra. Másképpen megfőzi saját magát az alaplapban. Igen, le kell venni az alaplapnak a tartóját, amivel leszorítja, és kell vegyél rá egy másikat, mert csak úgy lesz jó. És igen, kurva drága processzor hűtőt kell rávegyél, mert csak azzal fogja le tudni lehűteni magát. Gyakorlatilag az Intel valaha volt legrosszabb processzor a 14900K, és ennél most egy még rosszabbat akarnak amúgy kiadni, és látják a szar eredményeket, de sok pontot ér el a teszteken, szóval ez jó. Gyakorlatilag az összes i9, ez bemutatta nekünk most a 13-14-ig, hogy nagyobb a visszaküldési arányuk, mint az újonnan megvásárolt termékek aránya, amivel veszteségesnek könyvelhetjük el az i9 szériát. Nagyon sajnálom egyébként, hogyha most valakit azzal megbántok, hogy ezt mondom, viszont ez egy tény feltárás, és gyakorlatilag is ez sajnálatos. Rajznélj 5700X, 5800X között, mi a különbség, megéri a kis pénzt az 5800X? Egyrészt igen, másrészt a sima 5800 nem menné meg, az 5800X 3D-t pedig mindennél jobban és mindennél hamarabb megvásárolnám. Több cache memória, er magasabb órajelek, ergo sokkal erősebb. Ez csak egy szimpla kérdés volt, csak felöltöm a kérdést, oké, okay, én megválaszoltam a lehető legjobb módon. Szerintem például csak gamingelni, például meg egy-két alap dologra bőven elég az íjat, nyilvánvalóan bőven elég az íjat, meg, meg egyébként mindenre is elég az Munkák Munkáknál már lehet oda az i de csak azért, mert több magja van. De aki gamingre megveszi az i9-et, az csak faszt akar vele méregetni, vagy tudjátok, így beteljesül végre egy álom, hogy van annyi pénz, hogy megvegye. Csak itt a probléma az az, hogy Mennyire szomorkás már az, hogy megveszed a leghigh cuccot, hogy na majd akkor ezzel milyen kurva jól járunk, és akkor beledöglik az alaplapba, elviszi az alaplapot magával, és felforr az egész a kurva életbe. Szóval hogy nyilvánvalóan teljesen értető az, hogy valaki egy nagyon high-end cuccot akar összerakni, én is azt szeretném, és ja, a melyik AMD processzor tartod a legjobbnak árérték arányban? Ryzen 5600X árérték még mindig a leges legjobb, vagy a Ryzen 7 7800X 3D az gyakorlatilag a legjobb AMD processzor, ami a piacon van. Csak az drága alaplapot venni, meg maga a processzor is drága, szóval hogy egy drága termék. Ez gyakorlatilag ilyen egyszerű. Na, nyugodtan lehet, nyugodtan a további kérdések, nagyon szívesen válaszolok arra, amit csak tudok, és kíváncsi vagyok egyébként, hogy uh, ti mit gondoltak, hogy mit lehetne kezdeni az Intel terén ezekkel a meghaló témával, mert amúgy gyakorlatilag az Intel is próbálja mutatni, hogy én azért jobb vagyok, meg tényleg tudok valamit, meg hát adja ki az Intel, tudjátok ezeket a, a nevelő tartalma itt, hogy mi, meg hogy legyen, és így olvasod, és annyit tudnak csak elmondani, hogy kiosztuk legjobb belé három magot, meg az AMD szar, és ennyi az full info. Az gáz, mert azt vettem, a Rogue Rugbyen 3 MMA-val próbálom lehűteni. Ja, és ugye pont ez voltam ugye a The VR Pisti, pisti gépében, és ugye azt a Gamer gépben, hogy a Rogue Rugbyen megdöglött, mert Rugin, Nyilvánvalóan egy ilyen ruzsinosan tönkrement, és utána ők is váltottak léghűtőre. Meg a másik dolog ugye az volt, hogy, hogy nála is a processzor azért ő ócészta, under volt, és limitálta is, és úgy működik nála kiválóan, viszont visszavette rendesen a teljesítményben nyit a végén. Ilyet 7500 szerintem mennyire időtálló még, amennyi ameddig nektek elég. Amúgy nem tudok egy termékről úgy beszélni, hogy mire jó és mire nem, mert én objektíven gondolkozom. Ha te arra vagy kíváncsi, hogy a te jött 7500-ad meddig jó, akkor erre a válasz az, ameddig neked elég ahhoz, amit te akarsz játszani vagy dolgozni. Legalábbis úgy voltam vele, hogy legyen csak így de jobb lap. Egyébként megértem, Soldier. RTX 4070, az szerinted erős, itt van mögöttem egy, olyan kurva erős, mint az állat, és most a bekapcsoljon, hogy lila. Nem kapcsol be. Na mindegy. De egyébként igen, igen, szerintem nagyon jó kiváló, és rohadt jól megy rajta minden. Előtte nh NHD 15-tel próbáltam, elindítottam egy gémet három perc, percenként szart össze magát a gép. Hát ez azért van, mert szar az i9. Őszintén, ha vissza tudod vinni, és még 30 napon belül vagy, hogy elállj az i9-től, vid vissza, vegyél egy i7 14700-kát, hűsd le ezekkel, egy kicsit under volt old és, és így élvezd az életet, érted? Mert ki fog hajtani mindent, és ja. A twitch -a miért sötét a kamerám? Mert a twitch kamera egy rosszabb minőségű kamera, mint ami megy a TikTokon. A TikTok-kamerám egy jobb minőségű kamera, aminek a. ami egészen 600 nitig érzékel, még a Twitch-es kamera maximum 300 nitet tud felvenni. Ez a nagy különbség a kettő között. A, az Nvidia GeForce GTX egy szar, figyelj, ameddig neked jó, addig nem szar. Uh, szóval indexelek gyakorlatilag, ez az egyetlen dolog, amit neked tudok mondani, ami egy olyan tanács, ami tényleg, tényleg egy élhető megoldást fog kínálni. Ezért nem ajánlom senkinek az Intelt, ezért nem jött ki még az én kezem alól idén egy darab Inteles gép sem, mert gyakorlatilag nem tudunk olyan szintre emelkedni ezekben a processzorokban, hogy felhasználó barát legyen, hogy ne kelljen az embernek belenyúlni a manu manuálisan mindenbe, és tudjátok felvenni a kalapot, hogy a manuál, I'm an engineer, és megcsinál mindent magának. Gyakorlatilag ezért is bífele ennyire az Intelt, de volt, aki már megkérdezte a, a csatornán, hogy mennyit fizetnek nekem ezért az AMD még a Steam Deck is AMD, és a skacok, csak hogy őszinték legyünk, nagyot nagyon mondják az emberek, hogy uh, <coughs> miért van szó, hogy a Steamed lassan tölt be? Egyszerű, választ rá, egy szar. Szia, 40 vagy 6700 XT a jobb szerinted? A 6700 XT is sokkal jobb, mint a 40 de ne sokkal nem, de pár százalékkal biztos. Uh, még kérdésem lenne, mert hallottam ezt is, uh, azt is, két monitor kicsit visszavesz a teljesítményből. Ez így igaz mert meg kell jelenti, jelenti, -e kettő darab full HD-t, vagy magasabb felbontást a gépednek, of course, hogy visszaveszi pár FPS-t a teljesítményedből, amennyiben az egyik monitoron aktívan lejátszasz videót, vagy valami mást még a másik monitorodon pedig játszasz, az meg masszívan vissza fog venni a teljesítményből, de szerintem ez érthető, meg várható, amennyiben ugye képkivitáról beszélünk, és of course vannak ilyen értelmes dolgai. Um, Egyébként, skacok, meglepődtök azon, hogy legtöbb egység AMD-s, amikor Japán, nem, bocsánat, átfogalmazom, az összes nagy cég ázsiai. Az összes nagy tech cég ázsiai, minden ázsiából jön. Totál meg vagyunk lepődve, hogy a, az Nvidia és az Intel az egyetlen amerikai cucc, és ahol nem megy nagyban a reklámjuk, meg nem nyomják nagyban a pofád alá, hogy ez a jobb, ott mindenhol az amd dominál, és mindenhol az AMD megy. Szóval gyakorlatilag egész Ázsiát leuralja az AMD, és egész minket is le fog uralni az AMD, és őszintén idén, az idei felhozatalban az AMD jobb, mint az Intel, megbízhatóbb, barátságosabbak az árak, jobbak a, nem, az áplapok rosszabbak, az áplapok rosszabbak, jobbak a lehetőségeink, viszont például videókártyákban pedig nekem jobban tetszik azt, hogy ők arra mentek, hogy sok videókártya legyen olcsón, mint hogy egy-két darab genyó drágán, de gyakorlatilag ez az Nvidia erősebb videókártyákat gyárt az ám, de az Nvidia meg gyakorlatilag most már most el fognak szállni a videókártyárak, mert AI farmokat fognak építeni az emberek, és igen, van AI farm videókártya az nvidia de alkalmasak rá a hazai otthoni kártyák, és ezek a mezei szarok, és igen, a videókártyárak valószínűleg a következő egy-két évben a mining árak fölé fognak emelkedni, mert várható az, hogy ugye a 40, 80, 90, 70-es szériákat tökig vásárolják az emberek, mert AI farmokkal lehet majd bitcoin farmolni, hogy kiadod a videókártyáidat bérbe, és ezek AI farmként fognak működni, ugye, mert a main chipjüket fogják felhasználni, és igen, 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 megint kezdődik majd a nagy miningolás, csak most mást fognak miningolni. Valószínűleg 2025. januárjától indul be nagyban az, hogy nem ethereum hanem valami abetűs coinnal fognak fizetni a miningolásért, rettenetesen sok pénz lesz majd benne, és hatalmas mennyiségű ember fog videókártyákba fektetni, ez azt fogja jelenteni, hogy megint a videókártya piac ki fog lőni, mint egy rakéta, és érdemes még az idei évben beszerezni magadnak az új videókártyát. Ja, azt egyébként akartam mondani paldinak is, hogy ha akar még idén valamit fejleszteni, akkor az egy jó videókártya legyen, 30-80-át meg tartsa meg, mert lehet jövőre kétszer annyira el tudja adni, mint amennyire vette. 180 Tiáig kezd elhalni, mit csináljak vele? Itt az ideje újat vásárolni barátom, semmi más nem tudsz vele csinálni. Ö, szerintem mennyi pénzből lehet összetenni egy gépet, ami kitart legalább 5 évig? Na, hát ez nagyon kérdéses. Azért vannak lehetőségeid mindenféleképpen, hogy 5 évig kitartson, hát mondjuk egy ilyen 400k-ból azért, azért ott már lehet egy jó gépet csinálni. Sokan azt mondják, hogy PS5 jobb, mint a PC, 30 FPS-ük kell, nekem meg 120 FPS. Um, egyik konzol sem jobb, mint egy PC, egyik konzol sem erősebb, mint egy PC. Minden konzol gyengébb, mint egy uh, PC. Ezt most itt így fixen, uh, fixáljuk le, oké? Okay? Minden egyes konzol gyengébb, mint egy PC. A nagy különbség és a hatalmas különbség az egészben pedig az, az hogy még a, a PC-nél kell foglalkozni melegedéssel és egyéb cuccokkal, addig a konzolnál csak plug-and-play-os szarod le. RX 7600-ról a véleményt tudsz mondani nekem? Kicsit jobb, mint a 6600, amúgy annyira nem kiemelkedően jó. Én hamarabb, hamarabb vennék egyébként 6700 XT-t, mint 7600-at. Az amúgy bék baráti, örülök nekszú, figyelj, szentem egyébként, mondom, 400-450 ezerből már azért jó gépet lehet összerakni, elég okésat. Rendesen lehet vele boldogulni, meg játszogatni, meg minden hasonló. Na, skacok, várom itt a különböző kérdéseket. Uh, mondjuk árában hasonlítsuk össze, hogy a konzolárban milyen gépet tudnál venni, és az jobb, jobban tudnál futtatni a játékokat. Figyelj, Paldi, ezt én mindig megcsinálom, ugye a 150 ezer forintos PC-mnél csináltam ezt, és ott is ki is emáltam, hogy 150 ezer forintért olyan gépet tudok összerakni, ami nem lesz jobb, mint egy Series S és ugye a 250 ezer forintosnál meg kiemeltem, hogy a ps Xbox Series x el versenyzek, és nem lett jobb, mint a két konzol, de nyilvánvalóan, ahogy elérem a 400 ezer forintot, már túlmutatok a konzolokon jó, jóval, jóval, jóval. Tolkan jelenni erős gépnek Forza Fortnite és nagyobb játékokat játszani? Persze, a 25 euró patronon. Szia, tegnap vettem egy 180 Hz-es monitort, 51 ezeret. Szerinted megérte? ugyanan? igen, megérte. Néztem azt a monitort, tök király. À, én nagyon-nagyon szeretem azt a monitort, és mindenkinek tudom ajánlani, srácok. Örülök egyébként, hogy elégedettek, vagytok velem, minden hasonló, és nagyon örülök neki. Ja, srácok, nincs hülye hidratálnom, mert a vizem az üres, szóval majd, majd, majd hidratálunk. Ne felejtsétek, hogy live végén majd játék fogok itt sorsolgatni a csatán, hogyha valaki szeretné meghívni a barátait, vagy minden ilyesmi, még itt a lehetőség. Hát nem jött be, ugyanúgy csinálja. Na, kár, nagyon, nagyon, nagyon sajnálom. Nem kérek szó a nagyon szépen köszönöm. Hmm. Az a baj, hogy a kávé kifejtette az ellentetet, 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 ellentett hatását. Szia! Szia! Hangos vagyok? Hova mi is? Bye! Na, és kacok nyugodtan tegyetek fel a kérdéseket, én meg addig hozok vizet. Uh, ami lehet tudni, hogy milyen játék kulcsok lesznek sorsava, nekszólt, még én se tudom. Én se tudom egyébként a játék kulcsokat, soha mindig ilyen random kulcsokat veszek, és akkor ki lesz sorsaval, ami ki lesz. Uh... Azért erősen függ, mennyi szánsz rá. Nyilván, milyen a legerősebb AMD videókártya? Hát a 48-an van egy szinten. Xbox PC Game Pass uh, megéri szerinted a legmegérősebb dolog a világon? Szép jó reggelt, sziasztok, sziasztok. Szóval gyakorlatilag a leges-leges legmegérősebb dolog az Xbox Game Pass. Hogyha valaki szeretne bármilyen pest vásárolni, hogy játékokat kap, akkor az az Xbox Game Pass legyen, nagyon fasza. Amúgy. Bassza meg a kurva életnek a kibaszott faszát, honnan a kurva életből tudnám, hogy a 24 GN 650 kötőjel B jó monitore. Gyerekek, bazd meg, képzeljétek már el ezt a beszélgetést, ültök két sör mellett, oda jön haver, megálltod így a sörre, hogy hallod, az LG 24 GN 650 B egy jó monitor? És így ülsz, és így és így állsz, hogy te hülye vagy te totál hülye vagy? Nem. Szerintem akkor egy szar. Mi honnan tudnám? De így, tudjátok, képzeljétek már el azt a, azt a, beszélgetést, hogy így mész oda egy asztalhoz. Tudod, a következő az lesz, hogy úgy mész oda csajozni. MSI 4090, Supreme X. Számol ide. Írhatod. Szóval, Ez lesz a következő? A laptopot bárhogyan lehet-e Second Monitornak használni? Lehet, amúgy be lehet állítani, van rá egy külön program. Redditen meg is találod egyébként a program nevét, ott többen le is szokták írni. Csak úgy tudjátok, én is se tudom így egyébként a monitorok nevét. Nyilvánvalóan ezt most elbagatelizáltam, meg elhülyéskedtem, meg ugye direkt csináltam így, hogy legyen vicces, legyen egy humorja, meg minden hasonló, de hogy amúgy nincs honnan tudjam. Lehet ezen most valaki megsértődik. Amúgy kacok, amatőr videóvágót keresek, tech momentsekre, ugye ez annyit tesz, hogy ezekből a tech live-okból, amik YouTube-on fent vannak, elküldöm neki a nyers változatát, nyilvánvalóan ezt a pár gigabajtos változatot, amiből én mutatok egy sablont, hogy hogy szeretném, hogy megvágva legyen, és ilyen vágatokat csinál, és én ezért kreditet tudok neki adni, meg egyébként, ha hogyha ilyen bizonyos gólokat elérünk, pár követő számot, akkor ugye nyilvánvalóan megdobom egy-két játékkal, meg egy puszikákkal, meg minden ilyesmikkel, szóval ilyen Van tehát, hogy mégis mit csinálják, mert már fogalmas sincs, mit kéne? Nem, amúgy ötletem nincs. Szerintem, szerintem mindenféleképpen a pattány fel Redditre, Redditen kapsz majd egy választ, és akkor ott meg tudod csinálni, meg tudod találni, hogy hogy meg mint már legyen. De egyébként, meg szeretném second monitornak laptopot használni? Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rá. Amúgy ilyen, ilyen használt monitorok nagyon jó árba vannak. Százven... Bro. Hát mondjuk egy 144 Hz-es Full hd nem ért meg szerintem 75 ezeret. Hogyha IPS vagy OLED kijelzős, akkor mondjuk lehet. Mert azért 180 Hz-es monitort veszel az MSI -nél. a nél 41-ért, 45-ért, 50-ért, 51-ért, aztán valami ilyesmiért. Figyelj, őszintén amúgy kacok, amíg nektek jó, addig megérte. Soha ne azon gondolkozatok, hogy megérte, nem érte meg, amíg nektek, ameddig nektek jó és nektek megfelel, addig minden megéri az árát. Lehet hülye kérdés, és lehet uh, te rá a válasz, de a CMTA-hoz melyik a legjobb processzor? Ami túl van már egy Ryzen 5 2600X-en, és a fölé kerül, csá. DMNK? Nem. És ezt elmondtam, hogy ha beküldítik a setupok szobába, a setupotokat, leírással, vasárnap megnézem őket, élőben lesz egy külön élőadás, ahol setupokat fogunk holnap nézegetni. Csak valaki ez nem jut el, mert meghallja a szetáppot, kilép a live live-ból, hogy elküldje, és nem hallgatja meg azt, hogy mi a második része a mondatnak, vagy hasonlók. Szóval igen, mindig vannak ilyen emberek. Az én PC-m mennyibe van? Joker. A profilomra kattintasz. Készítettem nektek egy YouTube videót arról, hogy az én számítógépem és teljes, teljes setupom mennyibe került. A YouTube csatornámon megtalálod a videót. 4K 120 Hz vagy 2K 240 Hz? A egyik sem. De egyébként 2K 240 Hz szerintem látványosabb, de játékra 4K-t ajánlom mindenféleképpen. Ha pedig kompetitíven szeretnél játszani, akkor takarod hogy vissza Full HD-ra, és minél magasabb hercet szerezzél, szerezzél be magadnak, mert azzal fogsz hatékony, erős és érthető módon játszani. Magas felbontás kompetitíven amúgy szerintem egy teljesen fölösleges dolog. A képfrissítési arány inkább a fontosabb, hogy az egyemes alá kerüljön akár, de mondom, mindig ezt szoktam mondani, amikor kérdezitek ezeket a hatalmas hercű monitorokat, hogy attól, hogy magas a herceg nem, nem nő meg a skill, és sajnos tényleg így van, hogy mind, attól, hogy kurva magas hercetek lesz, nem nő meg a skill. Skacok! Le kell zárjuk ezt a hetet nagyon barón, 25 követő kell, hogy meglegyünk 6000-en. 25 követő kell, gyerekek, hogy meglegyünk 6000-en. Szóval, hogyha nem követted még be a TikTok csatornámat, itt a lehetőséged rá, és 6000-en 6000 lehetünk végre a héten, ami nekem egy hatalmas elérés, mert hogy ugye most léptünk be az ötödik hónapba, és nekem most lesz fél éves a csatorna, hogy fél éve működik, fél év alatt azért 6000 követő nekem nagyon soknak számít, de gyakorlatilag amúgy ezek fölé is mehetnénk. Azon gondolkoztam, hogy igazából ilyen nagyon budget termékeket kellene nektek, bemutassak, kiválóan jól működnek, szóval ilyen, yeah. várom az iPhone 16-ot? Nem. Miért várom az iPhone 16-ot? Nem tudnak olyan feature beletenni, amit el én annyira ellennék szállva, hogy nagyon szeretném. Várom egyébként az iPhone 16 megjelenését, mert októberben olcsóban vettem majd meg a 15-ösemet, amit kinéztem magamnak, ennyi az egész. Én azt hittem, az RGB és -a, a magas FPS -a, az plusz skill, persze. Szia, 7800X-hez még minimum Ryzen Procit ajánlanád, érdemes még am 4 el foglalkozni? Érdemes ugye am 4 el foglalkozni, mert még mindig fejleszti az AMD, és ha am 4 en szeretném maradni, akkor egy Ryzen 7 5800X 3D-t ajánlok. Nem fogja maximálisan kihajtani, de nagyon jó lesz vele, vagy egy Ryzen 9 5950X-et fogok neked ajánlani, az viszont maximálisan ki fogja tudni hajtani, kiváló nagy teljesítményű lesz, és nagyon király. Amúgy fejhallgató bemutatást adnék, mert kéne vegyek újat, de az a baj, hogy ahhoz, hogy budgetfejhallgatókat mutassak be, budgetfejhallgatókat kellene vennem, és nincsen keretem venni random budgetfejhallgatókat, hogy bemutatgassam, mert gyakorlatilag a leírt adatokból az egyetlen dolog, amire következtetni tudsz, hogy hát ez fejhallgató. Eltéled az embert, aki azt mondja, hogy RGB plusz FPS, én igen. És azokat az embereket ítélem el, akik ítélkeznek. Szerintem az egy kurva gáz dolog, amikor az emberek valamilyen indok vagy alap, alaptalan hülyeségen ítélkeznek, azokat nagyon-nagyon-nagyon-nagyon eltélem az olyan embereket, mert hogyha Valakinek ezt tetszik, vagy valakinek azt tetszik, akkor kérlek, hagyjuk meg azt, hogy a négy fal között neki azt tetszedjen, egyen, amit akar. Mondjuk, ha valaki pedó, a négy fal között sem hagyjuk meg neki hogy pedó, azt mondjuk, basszat, pofán. Én, én, én engedélyezném, hogy megverjék azt, aki pedó. Becsuknám a szemem. Nyugodtan. Bemutatod és visszaviszed 30 napon belül a refundra. Ja, egyébként én ezen annyit gondolkoztam, hogy ezeket elkezdem eljátszani, csak tudjátok mi a baj? Fekete listára tesz hamar a cég. És az úgy baj. Uh, MSI GTX 964 kártyáról mi a véleményet? Fóltal a középkategóriás Erőgaz Proci 3 Figyelj, arra, amire most így leírtad, jó. Miért lehet, hogy bekapcsol a gép, csak nem uh, csipog egyet, amikor bekapcsol, meg nincs kép a monitoron, nem világít az egérse a billentyűzet uh, táphiba, vagy alaplap, uh, alaplaphiba, de ez valamelyik a kettőből teljesen megdöglött. Nem, nem teljesen, mert bekapcsolni, bekapcsolni, csak nem jutunk el A-ból B-be. Uh, az is lehet egyébként, hogy pár volt pár, uh, voltos lehalt, vagy hasonló, hasonló, hasonló. Mert egyébként, ja, édesanyám azt mondta, hogy megverhetünk pedókat, ha te is beleegyezel, good Goodman. A táp lesz, nekem is ez volt. Na, köszönjük Kristófnak a visszaigazolást. Nekem volt ugyanilyen hibám is, ahhoz, hogy az, az alaplapon volt, szóval ja. Mondom, és kocok, én becsukom, én becsukom, gyerekek. engem nem érdekel. Hát, tudjátok, mindenki azt szeret a négy fal mögött, között, amit ő szeretne. Én most csak gépekről beszélek, semmilyen nagy témában nem megyek bele ha RGB, RGB, ha full fekete, full fekete, ha nagyon design, nagyon design, ha semmennyi design, semmennyi design, engem tökre nem érdekel. Engem az egyetlen dolog, ami érdekes, hogy itt a chaten és a közösségben ne, ítéljünk, ne ítéljük, el a másikat, és ne szólogassunk be egymásnak. És nem, nem lesz Tinder szoba egyébként a Discordon, mert kurvára nem megyek bele abba, hogy legyen Tinder szoba a Discord szerveren, nem adavaló. Uh, nekem is ilyen hibám volt, uh, ki volt csúszva a csati tényleg amúgy megéri átnézni a csatlakozókat megéri megnézni, hogy jól be van-e dugva a kábel, vagy valami hasonló de azon kívül egyébként semmi mást így nem éri meg különösen ránézni vagy uh, körbe tapogatni, mert nem fog változ változtatni semmin hogyha nem megy nem megy, uh, amúgy mi, mi értelme annak, hogy játékokra a 970 kilobyte update jönnek. Jaj, azok amúgy ilyen uh, bagok, ilyen, tudod, ilyen programkódban elírtuk, és kiajtunk bizonyos dolgokat, és amúgy amiatt nem megy a játék, és azért jönnek a kilobyte mert azok amúgy ki is javítják, és ugye néhány karakter csak pár kilobyte változtatunk meg, és azért ugyanúgy rányomjuk az update-et. Nekem is a táp volt, de sajnos ezt akkor már, ö, már tudtam, hogy mik lehetnek a hibák, és az alaplappal kezdtem. Á, értem, értem, értem. Ilyenkor nagyon érdemes, hogy bedugni egy másik tápot, hogyha van, ugye nyilván, ha van, de ugye én ezért szoktam megtartani egy csomó régi alkatrészt, hogy nekem mindig legyen még tápom, meg ilyesmi. Uh, minek Tinder szóval DC-re itt a Twitch tapasztalatból, ugye vár, hát majd akkor mond ezt, amikor összeházasodtok. Uh, 6750, 5600X, ez így ki van maxolva, gyerekek. Ez egy, egy gyönyörű Max Milán. Szép volt. Nem, faszán kimaxoltad. Grat. Drága volt a táp, meg az alaplap egyszerre, de nem vittem vissza, mert legalább lett egy újabb. Na, hát figyelj, gyakorlatilag az upgrade is ilyenkor szóba jöhet, és megérős mindenféleképpen. Hogyha ezzel te tudtad upgrade-elni az egész szettedet, ez mindenféleképpen nagyon király. Amúgy is kacog, hogyha már úgyis Star Wars nap van, kinek még a kedvenc, kedvenc, kedvenc Star Wars filmje? Kíváncsi vagyok, vagy sorozata? Ha már Star Wars nap van, akkor kicsit át akarom terelni a témát erre, és ugye tek mellett, nyugaton jöhetnek a tech én ilyen Star Warsos témára akarom átforgatni egy picit, mert hogyha már én stream után ugye ezzel fogom kezdeni, ezzel, ezzel fog szórakozni az egész streamadás után. Szóval így fanolni fogunk. Bekerül a többiket. Hát van már egy Millennium Falcon, meg ugye van már egy razorkasztó, aztán Crest, aztán megy mellé. Szóval kíváncsiak egyébként, hogy kinek miért a kedvenc Star Wars filmje. Uh, nagyon, nagyon is érdekel, amúgy. Nagyon szeretek erről is beszélni. Egyébként több ilyen témáról tudunk beszélni. Közben értek a kérdések. Uh, 6700 sima. Ja, oké, okay, hát figyelj. XT, nem a sima. Az a maximum, amit ki tud hajtani egyébként ez a processzor, a fölé már semmilyen módon nem megy, mert a proci bele fog halni. A sorozat akkor muszáj a -e Clone Wars, mert nostalgia, és filmből szentem a New Hope. Aha, az király, ezek jó választások egyébként, tök jó. Szitek bosszúja az örök favorit. Kinek micsoda? Nekem egyébként a zörök favoritom az a Rogue van marad, és a Cassian Andor. Nekem, nekem ez a kettő nagyon-nagyon adja. Én szeretem nagyon ezt a Dark vonalát az egész Star Wars-nak. Mindenféleképpen nagyon-nagyon szeretem. Nagyon fan volt ma, egyébként ilyen Lego toztunk, és hirtelen megfordult el, ezt megjelent Sabine Ren, meg Vader két rolmosztagossal, és ott, ott szaladgáltak jobbra-balra most volt az Asuka, nagyon tetszett, de nekem a szitek boss-ja volt a Max Max. Na, na, király, király egyébként. Tökre örülök, hogy ennyi Star Wars fan van itt a tekkes emberek között, és kockam, hogy ne felejtsük el, 25 követőkkel a 6000-hez, és 23 követőkkel a 6000-hez, és itt leszünk TikTokon 6000-en, guys. Mekkora már? Nekem ez hatalmas elérés, én nagyon boldog vagyok miatt, és tökre örülök neki, és 6000 ember az, az, nagyon durva lenne. Szóval nagyban nyomogatjuk itt a követő célokat, itt látjátok egyébként a felettem, hogy hogy haladunk a követőkkel, és 6000-nél majd így lejátszik egy kis animációt. Csak a régi három rész és a róg van. Hát, nem tudom, nekem, nekem sokkal jobban, te, nekem a régi Star Wars kicsit már ilyen bagatelnek tűnnek, de lehet az az én hibám. Most veszek gépet, de amit néztem, te, tesztelt olyan konfiguról a 6750 XT-t, nem, nem nagyon hajt ki egy 5600X. Egyébként kihajtja, szóval annyira nincs vele probléma, mint amennyire az látszik mert amúgy a 6750 XT-t, ha megnézed mondjuk egy Ryzen 5 7600 meg egy 5600 x szel és összenézed az FPS-eket, nem fog sokkal többet kihozni. Szóval, yeah. De hogy őszinte legyek, inkább Lord of the Rings és Harry Potter fős vagyok, elhiszem. A kedvenc Star Wars filmom a Spaceballs. Ja, Istenem, bazd meg. Meghalok az új triológia egyáltalán nem jött be, az első triológia már uh, rozsdás. Figyelj, legesleg én, én, úgy vagyok vele, és szeretem is, meg nem is, aztán ugye ott van a, az újtott, az jó, aztán ott véget is ér. A 6-7-8, vagy a 7 8 9 ről nem is beszélünk, ez nem létezik. Na, és kacok jelentnek egyébként a további tech kérdések, ma ilyen nagyon furcsán, nem tudom, hogy most amúgy a TikTok-nak a hülyesége, vagy ugye szombat van, vagy túl hamar kezdődött a live, mert ugye általában kilenckor kez, szoktam kezdeni a live-ot is, ugye akkor ilyen magasabb nézőszámban. nyilvánvalóan ugyanolyan minőségben működik a dolog, hogyha ilyen kevesen vagyunk, csak meg vagyok lepődve, nem szoktunk ennyien lenni, nyilvánvalóan megtörtént. Na no, de a 4-5-6 az best in my opinion. Nekem egyébként a 2-3 uh, rogue van, ugye az abszolút kedvencem, ugye a klónok támadása, a szitek bosszúja és a Zivány egyes, az a három nagy kedvencem. Uh, de jobban bejönnek a képregények a régi köztársaságról. Hát egyébként én nagyon kíváncsiak, mit fognak kihozni egyébként, egyébként, egyébként rengeteg szervezem. Ezt a szót már nem tudok beszélni. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit fognak kihozni a visszamenő triológiával. A disney azért várhatnánk jó dolgokat, és, de nem vagyok benne biztos. Hangalámondással nézted, wow! A hárukeresőn nézte 6800 220 ért de máshol 280 az árukeresőn nem lehet uh, fék vagy átverés. De az árukereső gyakorlatilag... Am... Ja, értsük már meg, mi az árukereső. Hölgyeim és uraim, az árukereső egy weboldal, ami összefoglal nektek webshopokat, amiket visszaigazoltatnak egy checklist alapján. Bepipálnak dolgokat, hogy ez náluk van. Ezek a visszaigazolt boltok, ezek olyan boltok, ahonnan az árukereső szerint megbízhatóan tudsz vásárolni, legyen az akár egy kezdő frissen nyílt bolt, vagy egy nem, nem, nem friss bolt. Az árukereső gyakorlatilag nem árul dolgokat, bazd meg. Egy-két egy-két weboldalnak működik kosárként, de akkor is a weboldaltól vásárolsz, nem is az árukeresőtől. Nyilvánvalóan vannak problémái az árukeresőnek, de ha az árukeresőn látod 220 ezerért, az azért van, mert az árukereső fog mutatni neked egy weboldalt, ahol 220 ezerért tudod megvenni. Gyakorlatilag árukeresőt használni azt jelenti, hogy tudatosan keresed a dolgokat, és Bízol a pénzedben. Gyakorlatilag nem árukeresőt használni, pedig az van, hogy elhiszed, hogy egy, bold, egy bolt mindent is megtesz neked, ostsá. Ha, árukeresőt találtam Galaxy Watch 5 Pro-t 100k ért, úgyhogy mindenhol máshol 200k volt. Hát igen, igen. És egyébként tudjátok, van egy csomó ember, aki elvisítja, hogy nem veszek árukeresős boltba, mert nem tudom, hogy mi van. Figyeljetek, skacok. Akarsz venni egy boltból? Jó. Megnézed az árat, oké. Okay. Átkattintasz a boltnak, van egy névjegyem, egy, egy támogatottság vagy leírása, és elolvasod, hogy mi van az elállással. 30 nap, 10 nap, 25 nap. Oké. Okay. Elolvasod, mi van a pénz visszaküldése. Minden oldalnak a politikája le van írva. Elolvasom. Elolvasod, bazd meg okosabb vagy, és akkor nem, nincs az, mint amit én csináltam most az alzán, nem, mert én hülye vagyok, hogy megveszem, és nem tudom mennyi az elállási idő. El kell olvasni, van egy leírásuk, és minden egyes oldalnak van ilyen, és akkor tudod, hogy te megvetted, hogy tiéd a termék most, hibás, akkor hogy működik a garanciája, mert le van írva, feketén-fehéren, és ennyi. <hums> Na, Uh, egyik haverom uh, se érti, remélem. Micsoda? Uh, egyik haverom se érti, remélem itt még ért val érti ért valaki, de nekem tetszett az 1-9-ig az összes. Nekem a 7-8-9 nem, mert baromság volt az összes. Iött 12400F kiajtja a 4070 szupert nem. Te a 4070, amelyik ah, a 4070 működik, de nem fogja maximálisan kiajtani. Uh, de kihoz 5,5 milliós uh, Heimtringer heim supportot? Na, te voltál ma a Steve Mesternél. micsoda? A Rezső ezt játfogalmazod még egyszer, lehet értem, mi a faszom, ki ez a faszom, az a Steve Mester. jó, nekem megvannak, honna, nekem megvannak honnan veszek, de ez az én lustaságom, hogy nem keresgélek, csak az Aqua, ez a PCX-i De figyelj, a, az alzán néha jó az árak, a PCX-en mindig minden túl van árazva, az Iponon dettó, az Aquapeg nagyon olcsó, de kurvára genyók az emberek. Az vagy kazi komputer, vagy PCX gépösszerakásnál vásárolnál kazi komputernél. A kazi olcsó, és sokkal, a, sokkal okésabb, a, politikájuk, mint a másik két cégnek. Hali tegnap csináltam BIOS update-et az alaplapon, azóta nem tudok bios bemenni, befagy. A, van egy BIOS ellemed van egy elem az alaplapon, pattinst ki, fog, pattinst ki az egészet, kikapcsol, lekapcsol tápa, kikapcsol géppel, kipattintod, vissza a táp, kapcsol a gépet, sípolni fog, baj lesz minden, megint kikapcsolod a tápot, ki a gépet, visszateszed az elemet, bekapcsolod a gépet, 1.0-as alap BIOS verzióra visszaállt a géped, ezt hívjuk manuális BIOS resetnek, belépsz, és most felteszel egy régebbi BIOS update és meg fogja oldani a problémádat. Ha nem nyomok rá, akkor normálisan uh, megy minden, meg tök oké, okay, normálisan Értem, de viszont te akarsz valamit eltűn, gondolom a BIOS-ban, és ezt így meg fogod oldani. Nagyon szívesen egyébként, ez tényleg, az az, az tényleg jó, csak rohadt idegesítő a reklám. Figyelj, most vásároltam az alzától egy szar terméket, ők, ők tudták már, hogy szar a termék, mire visszavittem, amikor még eladták, nem? Visszavették gond nélkül, mindent 100%-osan lekommunikáltunk, és ennyi volt. A nagyon szívesen örülök, hogy tudtam segíteni, ez csak egy alapvető felhasználási probléma volt, a gyakorlatilag könnyen orvosolt és megoldható. Egy követéssel meg tudod köszönni szépen. Skacok, már csak mennyi is kell? Hát ugye 23 követő kell, hogy 6000-en legyünk TikTokon. Ashrock B650 az, az jó alaplap, a kedvenc B szériás alaplapom egyébként az Ashrock B6, B620, várjál nem, a B620 egy szar, a B650 egy jó alaplap, az Ashrock B650 egy jó alaplap. Itt mögöttem a gépben és a túloldalt lévő 750 ezer forintos számítőjében is az van. Laptopokhoz mennyire értek? Hát mivel ugyanaz, mint egy PC, Ja, hát a kérdés, ezt meglátjuk. Biztos, biztos nézték a streamet, onnan, tu uh, onnan tudták, hogy szar. Lehet, lehet, lehet nézték a streamet. Vagy lehet az volt a probléma, hogy 20 másikat még aznap visszavittek vagy 19-et, mert én voltam 20-dik. gyerekek, laptopokkal az esetek 90%-ában a probléma az az, hogy Windowsnak van valami baja, és a laptop nem tudja a helyén kezelni a Windows hibát, és ez a leges, legtöbbször a problémája a laptopoknak. Nagyon ritkán van az, hogy tényleg fizikailag a hardware sérül valahogy, vagy a hardwarenek van valami problémája. De ny nyilván. Buta kérdés, de most jöttem, és érdekel, de hogy, hogy két setupod van? Nekem nincs két setup, ez, ez a barátnőm gépe hátul. Asus ROG G773SV mennyire lehet upgrade -elni? Hát figyelj, alapvetően egyébként ez egy baromság kérdés egyébként így most, mert a G7SV, G73SV, ezzel nekem annyit mondasz, hogy egy laptop. Érted? Szóval így most nincs létező ember a világon, akinek kimondod a laptopnak a rövidített számsorát, és megkérdezed, hogy mennyire lehet upgrade -olni. Az összes ROG laptop szétszetető, SSD és RAM upgrade-re van lehetőséged. Semmi másra. A többi az fel van, fel van úgy forrasztva az alaplapra, mint baz meg beton a földre. Szóval, hogy így törni lehet csá. De hogy ezen kívül... Á, felejtsd el! Felejtsd el, el! Itt már vegyél egy új laptopot. Ebből akkor se fogsz tudni kihozni nagy teljesítményt, hogyha a szenteget újra választod. Ők már egy régi elvileg ezt ez kivehető mindkettő. Nem hiszem, hogy az Asus ROG G73 SV az egy olyan alap, létezik olyan laptop, ahol kivehető a CPU és a GPU, de ott se lehet túl upgrade egyébként. Én most kíváncsi lettem, szóval rákeresek erre a G73 SV-re. Hmm. É, ebből amúgy megtörtént hogy kiveltő, mert egy hatalmas nagy állat. Nem, nem kiveltő. Ramot tudsz benne upgrade mert 12 giga van benne, be tudsz rakni egyébként uh, még egy 10, be tudsz rakni egyébként ilyen 20 gigáig, mert úgy tudod upgrade-elni. De azon kívül egyébként ő nem egy nagy szám. Ő már egy nagyon-nagyon lecserélős laptop. Uh, igazából a uh, C2 menjen rajta talán, mert most is megy 55-65 FPS-sel. Á, ah, nem fog ez most segíteni semmi. Szóval hogy ezzel a laptoppal akármit csinálsz, nem fog rajta segíteni. Ez Windows... Á, ah, nem, nem, nem. Ő egy, ő egy első szériás Asus ROG. Itt, itt, nem segít ezeken semmi. Hali i 12700 GT, 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 RTX 4060 Ti. Uh, igen, upgrade-el szeretném, de te hol kezdenéd? Miért akarod upgrade-elni? Mit akarsz? Nem, mi, milyen hiányt érzel, Dániel, azért, hogy te ezt a gépet upgrade -áld? Mi nem megy rajta úgy, hogy te szeretnéd, hogy upgrade eld Nem értem. Az több mint 10 éves laptop? Hát, talán 14 körül. Ja, az, az nagyon, ér nagyon idős. Az egy kurva idős laptop, az meg. Abba én már nem upgrade-elnék semmit. Ő megérdemli a vitrínben a helyét, és itt az ideje cserélni. Kivetős lenne, akkor is régi nem nagyon támogatja az újabb procit az alaplap. Gyakorlatilag semmit nem támogatnám. Az egy kuka, az már egy elfeledett kornak a letűnt emléke. Szóval, srácok, én ezt mindenféleképpen cserélném. Nem éri meg ilyen laptopokkal foglalkozni, hogy én most szétmodolom, mint a szart, mert nem tudod sehova vinni. Vengeance 64 Corsair ram a véleményed? Én szeretem, nekem, nekem az van 32 ben kiváló. Nincs hiány, csak nem tetszik a D D4 RAM 3600 MHz. Na figyeljetek, srácok, én most egy nagyon-nagyon fontos és értelmes és kézzel fogható dolgot fogok nektek elmondani. A DDR4-es RAM-nál akárhány gigabyte-ról beszélünk, 3600 MHz-hez CL1618-as időzítést kaptok a DDR5 5200 MHz-re, amikor te átfejlesztesz, érted? Megfogod magad, gigacsetbe vágod, érted? Kifeszítesz mindent, így csinálsz rá, hogy nekem DDR5 van. Egyetlen egy FPS-sel lesz többed. Mert te biztos nem dolgozol azon a gépen, nem vágsz videót nagy minőségben, nem foglalkozol ezzel, azzal, azzal, ami munka, és játszasz rajta. A DDR5-ös váltás FPS-ben nem fog semmit emelni. Legnagyobb váltásnál 3 FPS lesz a változás. Mert az időzítés felemelkedik a hertz számmal együtt, ami gyakorlatilag unbalanced képez, és nem nyersz FPS-t vele. Szóval, skacok, érteni, és ha értesz egy kicsit a dologhoz, akkor nagyon hamar rájössz, hogy nem, 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 nem olyan a dolog, amilyen kéne legyen. És hiába mondjátok, hogy én most akkor, figyelj, Dániel, kikább az proc... ki az alaplapot, a ramot. Mm, fölösleges, fölösleges fasság. Bios, Biosman faszbútó bekapcsolása után miért nincs kép? Mert az azzal jár, hogy kikapcsolja az izének a képét, a kis képet. Bajdó lehet, hogy a RAM a gond 12 hirtelen leesik a Core Clock 20-30 MHz-re, néztem. Hú, hát figyelj, akkor először is próbáld meg kicserélni őket a kettes szoketekre, hogy most így van az a kettő negyedikben, egy kettesre cserélt ki lehet egyébként az alaplapnak a támogatottsága szar, vagy lehet hibásak a ramjaid. Szerinted a Windows 10 Pro-ról érdemes átmenni 11-re játékra használom? Igen. Laptopok kb. 4-5 év, aztán csere szerintem. Ezzel egyetértek. Még nem tudom, olyan bajom van, hogy 4x4 GB RAM van benne. Ami megint nem igaz, mert 4x4 nem fér bele, csak 2 szlót van benne. Uh, <coughs> Szia, az alaplapom uh, által kisebb magárc RAM-ot rakok bele, lehet baja? Nem. Nekem is DDR4 3200 mhz RAM-on van, abszolút semmi bajom, mert nekem uh, nem azt teszi, hogy 4 vagy 5. Yep. Yeah a nem egyformák ramok kisebb visszaúzza nagyobbat. Ez így igaz. Most ez nagyon uh, fapados mondást lesz, de én a rammot cserélném a legutoljára, mert az, uh, azt, az hoz a legkevesebbet. A mennyisége egyébként nagyon fontos. Négy ott van benne, néz utána, és mindegyik ugyanolyan fajta. Négy van az Asus Rognak abban a halál régi szarjában. Wow. Király. Örvendek neki. Attól még nem lesz jóra. Attól még nem lesz jó, de négy slot van benne. Wow! És tud összesen 10 gb kezelni az alaplap. azt a kurva. Uh, most figyelj, egyébként a legtöbb hibát a RAM okozza a gépben, és tényleg nem számít, hogy kurva a megahertzű legyen a RAM. Nagyon sokat szá... nagyon jók mint mindig a DDR4-es ramok. -ok. Nem kell egyébként így elszállni, hogy mennyire király lesz. Én váltottam DDR5-re, és utólagosan elmondva megbántam. Mert egy olyan jó konfigot tudtam volna DDR4-ben kihozni ebből, csak én hülye voltam, és váltani akartam. Pedig vettem volna egy Ryzen 7 5800X 3D-t, amivel most már ezzel az észre jobban járnék. Köszönöm szépen a követést. RTX 4070 és Ryzen 5600X passzol? Nem, 4060 Ti az 5600X-nek szerintem a felső kategóriája. 4070-nél már azért lesznek játékok, amik megterhelik a procidot, és nem fogják jól kiajtani. Pár embernek mondtam, hogy 4070-t is basszál bele, de akkor ne játsszál olyan játékkal, ami procigényes, mert ott azért fájni fog. Valamelyik tuti kisebb azért nem pörög Maxon egyébként, vagy a proci abból nem tudja. Corsair 64 GB e Vengeance DDR-5600 mhz lehet húzni, a jo jobbak le lehet húzni és jobbak lesz a játékok? Nem. Egyrészt húzni lehet, megölöd vele a ramot, nem biztos, hogy a proci, uh, elveszel a proci teljesítményéből, ergo a játékokban visszaesik az FPS-ed, ergo nem éri meg neked. Szia, ezt, ahogy itt nekem leírtad, beírod Google-be, úgyhogy which, which CPU is compatible with this motherboard, és megkapod rá a választ. Én nem tudom elmondani neked, hogy a GA78 LMT USB 3-ba mi a fasz tudsz beletenni. Még a szoketekre se vágom egyébként fejből, mert ezek a régi Intel szoketek nálam bajosak. É, én is csak azért váltottam ddr 5 re mert akar, akarva akaratom, hogy sajnos alaplapot kellett cserélnem. Á, értem, 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 értem. Én max azért cserélnék, mert jobb lenne a Unity ez egyébként. Uh, én még uh, el leszek, szerintem két-három évig a gépen mellna, majd akkor cserélek ddr 5 re És te, és milyen jól teszed? i 9 generáció, I9-14900 kelyen van. Részvétem hozzá. Az ha kibírja több mint egy évig a processzorod, anélkül, hogy ne főzze meg magát, ne legyen hűtés problémád, ne legyen voltícs problémád, ne de bassza meg a tápot vagy az alaplapot, gratulálni fogok hozzá. Mindenki mondogatja, hogy 14. generációs intelje van, bele van fektetve bazd meg egy használt autó ára a gépbe, és gyakorlatilag ott áll, hogy bármikor tönkre mehet, mondjuk a kocsi is. És szerinted egy 1366-os Intel a foglalatra érdemes építeni, vagy felejtsem el? Felejtsd el. Nem tudom. Nem tudod már kiasználni. Tudod, ezek olyan kérdések, hogy meg lehet benne egy fun rész, hogy kimaxold és lásd, hogy mit tud. Meg meg van benne az a szar rész, hogy veszel egy normálisat és használod. Mert hogy attól függ, hogy mit akarsz belőle kisajtolni, de nem fogod úgy tudni kihasználni, mint mondjuk egy, 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 normális laptopot. Mert az a baj, hogy az új szoftokat se támogatja, az a baj, hogy nem fogsz tudni menni új Windowsra, az a baj, hogy az új frissítéseket a programokon elveszted, és egy csomó ilyesmi. Összesen 8000 800 forintért ö, fektettem bele, hát egészségedre nagyon sajnálom, hogy ezt a processzort választottad, mert ő egy híresen problémás processzor. Ha jól beálltad hozzá a BIOS-t, meg minden egyebet, akkor sokáig el fog ketyegni a gépben, de annyi. Ryzen 5600X és egy 4060 kombó van, megéri majd a 4060 ti venni? Ö, ne válts 4060-ról 4060 ti ra mert nem fogsz jelentős különbséget érezni. Majd esetleg válthatsz egy... Hát itt már egy full kombót váltanék. Én egyelőre maradnék akkor ennél. Én ezért maradok a 12. Gen 9-nél, több rosszat hallottam, mint jót az új genekről. A 13 14. generációs intárról már az intel legnagyobb fanatikusai is csak rosszat mondanak. Mert nekik se tetszik. Drukkolok, ha tönkre megy, uh, ne tegyen tönkre mást. Egyébként én is ennek drukkolok tényleg skacok. Ha tönkre megy az i 9 etek csak ő följön meg, hogy az intel majd adja vissza a pénzed. És ne az alaplap főjön meg a szokettel, vagy a tápod, vagy egyszerűen éppenséggel legyen túl probléma. Mert a laptopom mellett a gépem van... Hú, hát az a gé... Fú, Na, Az i az, az első generációja álmában se tudja kiajtani az 580-at. Azért ez az, az 580-at gyakorlatilag nyara évek óta. FX 8370 ezt írja, most éppen egy FX 6300 van benne. Ah, fasz a... csak a laplapot, mi... Lehet. Ryzen 5600X 3D nem létezik, csak Ryzen 7 x 3D. A RTX 4070 az már passzolna. 5600X 3D nincs. Hol láttatok 5000? Ha van 5600X 3D, én megnyalom a könyököm. Dehogy is nincs. Nincs, bazd meg. Azonnal, azonnal dobál átfele. Nincs 5600, 5700X 3D-je van uh, most már a Ryzen 7-nek, ami tök jó. Igen, a 3D modelleket vegyétek, az már úgy passzolna. De az még mindig Ryzen 7, nem 5. Uh, uh, érdemes lehet uh, delightolni a procit és folyékony filmre cserélni? Hát igen, Laci. De hogyha ő dilájdolja a prociát. Figyelj, skolcok! Igazából ezt most megkérem mindenkitől, hogy és lesz 5600 X3D. És itt nézem, hogy kedves, kedves Gamer Nexus csinált videót, lesz 5600 X3D. Azt a kurva, és két kárn is jó használható, nagyon fasza. Hát akkor is kacok, lesz majd 5600 X3D idő kérdése. Uh, nekem mi 9900 kell most uh, van, most nem kell fűteni? Hát elhiszem, 700-et akart elérni, na erre kíváncsi vagyok, mert az AMD-s kártyákat nem vágom. Uh, azt olvastad, hogy egyre több ember vált vissza Windows 10 11 helyett, de egyébként nem olvastam, és én nem hiszek ebben, hogy egyre több ember váltana vissza 10 11 helyett, mert nekem az a tapasztalatom, hogy egyre több ember... Szóval, ahol dolgozom, és amiket így látok, én azt látom, hogy egyre több ember érkezik be, és mondják azt, hogy ők szeretnének Windows 11-et a 10 helyet, mert a 10 ben elegük van. Szóval, ja, Az jó SSD, 10 teres és minden játékom Steam-en van? Tehát amúgy kivel össze a gépet? Mert látom, hogy nem értesz hozzá. A 10 teres SSD jó, de az nem jött ki 800 ezer forintból, mert egy 10 teres SSD megközelíti a 280 ezeret. Szóval, ja. Igen, van rajta 5600 X gyerekek, tényleg van, uh, meg X3D is lesz, de majd meglátjuk, hogy mikor lesz. Uh, Alex, ne írd, ne írd le 600-szor, csak kétszer írta le, mert nem olvastam el. Olyan 20-30 körül tudnám mondani egy jóféle alaplapot, nem. 40-50. Na várjunk, most nem a 7000-es kártyák vannak amd nél de 7600, 7700, 7800, 7900, abból XTXTX, meg ezek de mi processzorokról beszélünk, nem videókártyákról. Amúgy valami tippet tudsz adni, hogy a touchpad miért, nem működik laptopon, mert le van BIOS-ban tiltva. Ismerősömtől vettem 10 50 ezerért. Szerintem meghazudsz egyébként. Nekem az, egy, gyan... nekem az a gyanúm, hogy ez ilyen puca méregetés. Szóval, hogy vagy ismerősöd hülye, mint a seggem, és most megsértettem az ismerősödet, bár egyébként meg is érnem le, hogy 50 k-ért eladott egy 10 tárabájtos SSD-t, Másrésztről, meg tudod, mi a problémám a 10-terabájtos SSD-vel? Hogy én nem vagyok abban biztos, hogy olyan létezik. És milyen igazam van? És milyen igazamban, van? És mennyire jó, mennyire okos is a Bajdó? Mert 10 terabájtos SSD nem létezik. Tudtam én, hogy valami valami fura ebben az egészben. 10 terabájtos SSD nem, is, nem létezik, és még egy ideig nem is fog mert abban a méretben nem fér rá. Az ssd maximális mérete amúgy a 4 tb a 6 az egy másik cucc. Ugye a Sabernetnek van 8 tb SSD-je, az így létezik. Szóval, hogy ez egy létező dolog. A 10 tb SSD, a, a, nem, a Corsair MP600 Pro LPX az is 8 tb SSD. És igen, a másik dolog pedig, amit én tényleg jól tudtam, hogy 1000 dollárnál vannak az SSD árak, én pedig egyébként nem fogok elhinni ilyen baromságokat. Uh, amúgy Star Wars, napra, uh, Star Wars nap kapcsán nem tudom, hogy láttátok hogy a Fire Kudának léteznek SSD-i, amik különböző fénykardok, uh, amiket így be tudsz tenni a gépbe, és nagyon menők. Uh, csak nekem nem engedi mindent leírni, a TikTok olyan hülyeségek, hogy normális szavakat nem enged. Ja, megvan, te most tárás SSD, azaz bazd meg. Uh, megnéztem más játéknál, és csak GTN-nel esik le a korklok, akkor viszont ez egy uh, kifejezetten. Telepítsd újra a GTA-t, az lehet megold mindent. Melyiket választán 40-60 vagy 7600? Elvileg azonos teljesítmények nagyobb TDP-je aznek. Aha. 40 at választanak, hogyha már ez így szóba kerül. Azért választanám a 40 at mert szerintem a, a 7600-at én nem szeretem. Én inkább választanám amúgy a 40-60-at. Szerintem az egy baszóbb cucc, mint a, mint a másik kettő. De ez az én véleményem amúgy az egészről. Ú, van egy, van egy nagyon szép FireCuda SSD, de azt csak azért venném meg, mert szép. Semmi másért. Mit a nem, mit vesztek a boltban? Most ez így honnan jött? Ez egy hosszú sztori. Kíváncsi a történetre. A fogom ja, oké. Okay. Ekkor <síns> a tárhely inkább a nasa egy szerverbe való. Hát nem, egyébként számítógépbe is való lenne, de ezer dollárnál kezdődik, szóval így megveszed izérvel, megveszed tamurról, azért, azért felejtsük el. Ryzen 5700 x 32 gb ram 1660 Super esport játékon kívül mikre lehet még elég a setup, amivel játszani szeretnél vele. Nem az SSD 10 hanem a HDD. Hát az egy másik dolog. HDD-ből van 10 terás, de az se forintból nem veszel egy i9 14. generációt, ahhoz felszereltséget egy 10 terás harddiskel. Felejtsük el. Amúgy valaki tudja, hogy egy dímas az cent? Nem tudom. Uh, én 3600-et akartam 5800 x 3 3D-re cserélni. Jó választás amúgy. Nem tudom, hogy uh, -e egyáltalán bármelyik oldalt RTX vagy RX kártyákat pártolod. Én egyik oldalt sem értétek. Én függetlenebb vagyok, mint egy, mint, mint egy izé. <laughs> mint egy fa. Tiszteres, honnét loptad? Hát a bótból. Egyet kérdez, kérdezek, még GTX 1080 Ti működik, rájverezem, de a játék alatt be-lafoltozik és kikapcsol. Á, akkor az kuka! Nagyon sajnálom, akkor a grafikus meghajtó ugye a main CPU tönkrement. Tönkrement Zsolta a main CPU-ja egy az egyben. Az, az teljes csere. DDR4 RAM-nál érdemes 500MHz-et venni? Nem. DDR4 RAM-nál, megállunk szépen 4800-nál. 460 Ti, 10 GB, 650 Watt Gold, milyen CPU? 5600 XT Ryzen 5, 5600 XT. Otthoni használatra elég 3 TB SSD, szerintem bőven. De amúgy amennyi neked kell? Mi az, hogy elég? Amennyi neked kell? Ryzen 7, 5800X 3D MSI RTX 3080 Supreme-hez elég 150 Watt? Elég. Elég gyerekek, elég a 750 watt. Ami köszönöm szépen az ajándékokat, a követéseket, és kacok, érjük el a 6000 követőt, lehet pakolgatni a dolt. Most tár... Távol... Ha, oh, Istenem. Köszönöm szépen a követést, és kacok, jól haladunk, 20 követőkkel a 6000-hez, let's go! Az baj, ha lenne, se lenne, elég kicsit túlzoztam. Hát, abogy pardják, több mint húsztárája van, azt nem elég neki. Játékokban kb. mennyi fokos lesz a 40-60? Nálam max. 65. Nekem két és van, 2 terabajt és 500 giga HDD, és most szeretnék venni még két terabajt SSD-t, mert nekem nem elég. Amúgy teljesen megértem. Én mindig kompromisszumokkal letörlöm a dolgokat, hogy nekem elég legyen minden, de így gyakorlatilag csak úgy elegek a dolgok, hogyha így törölgetek, másképpen amúgy nem. Ha nem törölgetem le a dolgokat, akkor egy abszolút nem elegek. Ez sosincs elég helyem. 20, uh, mi 280 milyen cpu gépű kombót tudnál mondani? Így árértem tudok semmit. Akkor uh, dobjam ki a kukába, vagy talán meg tudják csinálni szervizbe. Szervizbe meg tudják csinálni. Csak ára lesz. És neked mennyi van? Másfél tárrával kínlódok, képzeld el. A, szerintem, hogy az első fizumból nem. Az első fizetésemből egyébként egy nagyon baszó porszívót szeretnék venni. Igen. Ezek az új problémáim. Akkor egy olyan porszívót, ami tud fújni is, és akkor ugye meg tudok ezzel oldani mindent, hogy gyakorlatilag lehet vele porszívóhoz, mert ki tudom vele fújni a gépet. Ennyi. Hát ér mit érdemes amúgy tenni? Vannak harddiskek, például a Red Gold a Western digital amivel már játszani is lehet, de egyébként tárolni éri meg rajta a dolgokat. A két tára nem elég, dude, nekem laptop 500 gb nem használom ki embere válogatja, hogy kinek mi elég, nem kell itt vergődni. Ha még 50 ezer, akkor megéri megcsinálni? Hát nem nem éri meg. Nekem csak egy terred van. Na, hát figyelj, nekem másfél terem van. Látjátok, én azzal streamelek, töltöm le a játékokat, nézegetem a dolgokat. Én megoldom magamnak, és elkínlódgatom magamnak a dolgot. De hogy nektek mi éri meg, meg mi nem éri meg, azt bőven ti tudjátok egyébként. Nem én kell tudjam, meg nem én fogom meghatározni. Tudjátok, hogy nektek mi éri meg, meg hol éri meg, meg hogyan éri meg. Nyilvánvalóan ami neked oké, okay, az, az az neked oké. Okay, ami nekem oké, okay, az nekem oké, okay, és gyakorlatilag ez így ennyi lesz. Ez megint olyan, hogy nem kell turkálni egymásnál, hogy kinek mi elég, meg mi nem elég mert mindenkinek más lesz az elég, meg a nem elég. Nekem, ami, ami tök jó, az, az ugye ez a, ez a, koncepció. Én ezzel nagyon jól el vagyok, én ennek nagyon-nagyon örülök, és nekem pont jó. És mindenki legyen úgy, kacok, hogy amit ti szereztetek meg magatoknak, és ti raktátok össze magatoknak, arra legyetek kibaszott büszkék, és örüljetek neki maximálisan, mert ti dolgoztatok meg érte, Tivettétek meg, nektek annyi elég, akkor annyi elég. És ha jön egy fasz, aki azt mondja, hogy minek, azt azzal tudjátok, mit kell mondani. Legyél a vatta én meg leszek a mosómacid. Belemártalak vízbe, de így, 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 így belecsavarlak. Eltűnsz. Most ezt a gépet 280 28 ezer ért, milyen CPGP kombót ajánl, mondjuk iponról vagy kazi de Milán, az előbb szerintem te voltál pont a TikTokon, és ugyanazt mondtam neked, hogy én nem tudok ennyiért mondani egy CPU-GPU kombót neked, csak így fejből, ennek utána kell nézni, hogy mi éri meg a legjobban. Amennyiben szükséged van PC tanácsadásra, kattints a profilomra TikTokon, és megtalálsz Patreonon. Uh, nem jó egyébként az az MSI Pro alaplap, én nagyon utána néztem. A Ryzen 7600X-hez jó amúgy, de azon kívül pedig, hogyha bármire akarsz fejleszteni, már kevés lesz az alaplap, mert a VRAM hűtésed nem létezik, és gyakorlatilag azzal fog oké okay hőmérsékleten maradni a VRAMod. Ha mondjuk hozzá teszel egy Ryzen 7-et, bármelyiket, akkor már a VRAM túl fog melegedni és meg fog dögleni. Én labda pumpával szoktam, meg fogkefével. Egyébként, egyébként ne fogkefézzétek a gépet, bazd meg. Szóval nehogy fogkefével elkezd dörzsölni a gépet, mert ennél nagyobb baromságot nem hallottam. Ha gépet akarsz takarítani, vannak ezek a sminkecsetek. Mennyibe kerülnek? Ilyen, ilyen olcsóság. Vegyétek sminkecsetet, azzal lehet a gépet szépen. A fogkefe az annyira durva, hogy úgy leszedi a biztosítékokat, meg a mini cuccokat a gépről, hogy Jézus... 4 terabajt van a gépemben, terrorásra és nas, amiben 4 x Aha, nagyon király, nekem az laptopom, mivel nem játszok akarok biztos. Igen, a gépet amúgy mennyire éri meg darabokba venni, már mint úgy, hogy egyszer gépi nem valamik a CPU, megéri amúgy nagyon. Nem telik semennyire, haver úgy akarja venni, vegye úgy. A... Az Acer Aspire 3-at vettem, ugye saját pénzből haverom ö, beugatott, hogy haha, ezen nem fut el semmi egészségére. Uh, remélem remélem fájni, fog a, fájni fog a torka. Nyugi nem csak a gépre írta, uh, írta, írtam, hogy legókat... Ja, legókat! Legókat én is fogkefével szoktam meg ecsettel takarítani. Sőt, én a legókat úgy szoktam takarítani, hogy lefújom mindig ablaktisztítóval, és akkor ugye megfogom az ecsetet, és így szépen áttörölgetem vele, mert gyakorlatilag az ablaktisztító miatt a por felragad az ecsetre, és nem csak így szétszórod a szobában. A szia házakról vélemény, én imádom a Deepcool összes gépházát, csak ajánlítom főleg az olcsó kategóriásokat. Nem dörzsölöm, csak a ventit fogkefézed. Ventiket én például nedves törlővel szoktam áttörölni. Nem éri meg így szétszórni a levegőt mindenhova. Mit gondolsz a Fractal Design házakról? Én csípem őket. Valaki rendelt már uh, Case king -ről. Max, én a Case king, Case king dolgozok, tőlük van a székem, a kamerám a mikrofonom, a ringlightom, a kameraállványom, Nyugodt szívvel tudom ajánlani a készkinget, mindenük teljesen király. én velük állok lassan két éve partneri szerződésben. Az NZXT tápokról mi a véleményem, hogy egy szarrák húgy, izé, bazd meg, vízkő, annak se jó. 11700 k 40 vélemény, hát ez nehezen hajtott ki a 40 ti de oké. Nem is mondtál hülyeséget, örülök, hogy segítettem. Nem én voltam, most jöttem ugyanaz a neve, hát ő is valami Milán volt. Végé a Doki Taján Lom Zsoltnak reflektálva, ha végig a szervizre van szükség. Na, király. Ahogy ventilátort se lehet fog kefével, de nyugodtan, gigabyte tápot azt lehet izével vassal takarítani. A gigabyte tápoknál ugye az NZXT sokkal szarabb. Az NZXT tápok még a nagy mennyiségekben sem bírják. Nézzétek, itt egy gyerek, aki azt hiszi, hogy vicces. Sziszenek mellett még, mm, bocsánat, Sziszenek mellett még milyen márka, ami jó tápot gyárt? Hát van az FSP-nek a Hydro tápjai, van a Big ugye az Asus is Seasonic, az MSI is um, mi van még? Bocsánat, Cica is száll vizet is megzavart. Um, ennyi, <laughs> ennyi, ők. Jó, Fractal Design, Superflower, a... Gyerekek, mindenféleképpen azt mondom, hogy PSU írlisztet nézzétek. Nem alattam, melyik szervíz? A végé a, a, a Doki és Zsolt itt kell keresni. Őszintén szerintem az NZXT túlárazott szar. Én utálom és egyetértek. Én abszolút Cooler vagyok. Szerintem az NZXT és a Cooler master is túlárazott szar. Én úgy utálom a Cooler master mint a szart. Korzért tápok is jók, köszönöm szépen. A, de tényleg az NZXT is túlállózott szar, na meg a Cooler master is. Minden egyes ventilátor az hangos, tönkre megy. Csifteknek már nevével azt üzeném, dögöljön meg ott, van. A csíftek az már meghalt. A Chieftek és a, a Cooler master tápok is kialófélben vannak. Az a baj, hogy a Cooler Masterrel is tényleg ott vannak, hogy hangosak a venték, szarminőségek a pompák, szarminőségek a csövek, szarminőségek a radiátorok, a gépházaknak a ventiei szarminőségűek, a gépházak anyaga, anyaga, semmi extra, nem rakunk egyik gépházunkba se ventilátortartót, nem rakunk egyik gépházunkba se ezt. Szóval, hogy Cooler Master nekem 0 per 10. Vannak emberek, akik még a Cooler Masternek a golyóit, mint még soha senki amúgy, de hogy, de hogy egyébként a Cooler Master évek óta nem hozott ki olyan termékeket, amivel kiemelkedő lenne. Vannak egy-két egy szép ventilátoraik, meg van három-négy olyan gépházuk, ami öt évvel ezelőtt elstartolt, és azóta is jó. De hogy alapvetően a Cooler Master tápoknál, például most már csó, csóroskodnak, elég sok a bajuk, adóságokba mennek, meg milyen, ilyesmi. Ez ez nem egy jó stratégia. Én, aki CM hűtőt használ, hát figyelj, ameddig működik, használd, azt tönkre ment, veszel majd mást. MSI Ventus RTX 4060 jó választás lehet? Nekem olyanom van, ti is imádom. Na, ebben a házban csak MSI Ventus videókártyák vannak. Bajdó vett három kulcsot, you just unlocked S3X... Jaj, na má, ne már, nem már, meg. Nem tudom, nekem 8 évig FSP tápon volt, meg kb. 6 éve Cooler Master van, igaz volt upgrade. Ö, figyú, nekem az FSP tápjaimból az 500-as, az 550-es, a 600-as, 650-es és a 750-es is meghalt. Én azóta azt mondom, hogy FSP többet nem veszek. A Cooler Master tápjaimból, ami volt kettő, azok megdöglöttek, mindegyik egy hónap alatt. A Corsair, tápom tápon még nem volt, ami meghalt, és a Seasonic, ami nálam van, az se. Azt túlérte azt, hogy leégett a mellette lévő szoba, kormos lett meg, vizes, és semmi baja nincs. coolermaster maga a half házát, házak tetszenek? Nekem a coolermaster annyira nem tetszik már semmi. Én, én lehet már egy kicsit meguntam, meg kiégtem belőle, de a ja. Evga supernova, az egy állat. 46 van, elég, uh, elég a kettőben, is bőven mi a fasznak három. Geobite alaplapokról, gépjúkról. Régebben sok panaszt hallottam, most sem jó választás szerinted? Szerintem nem jó választás, most is sok a panaszt, túlmelegszik, hangos, az alaplapon nincs VRAM hűtés, hibáznak a portok, hibázik ez, bioszább détek szarok, van baj. Endorfi Ventum 200 gépház vélemény, nem ismerem az Endorfi márkát, nekem nem is sem mond semmit. Mondjuk Seasonic az komoly cucc, hát a Seasonic a legkomolyabb az meg, a Seasonicnál nincs jobb. A Seasonic baz meg a Rolls Royce, Royce, értitek? az a Rolls Royce, Royce a, a PC-knek. 100 Hz-es egyemeses monitor érdemes venni gamingre. Hát 100 Hz egyébként nem stabil. 100 Hz működik a legrosszabban a monitorokon, vagy 120, vagy nem 120. A termálték tápokból van egy-egy modell, mint a Berlin, meg ezek, amik királyak, de például van a termáltéknek ez az RGB szar uh, tápja, ami gyakorlatilag felrobban. 7800 XT, ez jó kártya, nem? Igen, ez egy kurva jó kártya egyébként. így 12400F, én azt hiszem, már Dávid neked mondtam, hogy egy legalább 650-es Seasonic G, G Gábor 12-t. Erre kíváncsi vagyok, mit mondasz a Gigabyte, az régen még a középkategória jó volt. Egyébként ma is középkategória, tápjai életveszélyesek és robban, robbanékonyak. A, az alaplapjaival vannak problémák, de vannak kifejezetten jó Zs alaplapjaik, és hűtő tekintetéből ugyanolyan szar, amit legyárt minden gyártó gépházakból nagyon bézikek, semmi extrát nem ad a Videókártyákban meg mindig a legolcsóbb választás. Ryzen 3600 x GTX 1080 vélemény, figyelj, menj, megy, nem? Nekem uh, az van, könnyen szereltő, minden is jó any uh, anyaghasználat, nem zörög. Micsoda? Ja, az Endorfi, örülök. Uh, még 20 gy uh, gyűjts, és kijön a G3 Odyssey. Bestbyte vélemény? Hát figyelj, gyerekek, szerintem ő egy ilyen média márk egyébként. Gigabyte labba, ha nem UEFI BIOS-a végét raksz bele, nem indul el. Inomine nomine le Fili Christos Sancti, Sanyi bazd meg. Na, viszont hölgyeim és uraim, még 6 percünk van hátra a live-ból, és én arra gondoltam, hogy kezdjük el akkor kisorsolni a játék kulcsokat. Uh, nálam ez mindig úgy szokott működni, hogy nagyon egyszerűen uh, ilyen, ilyen találgatós játékok lesznek, és utána megkérem az embereket, hogy privátban írjon rám a győztes, akinek ugye nevét nyilván én is tudom, hogy én nyertem a játék kulcsot, Hali. Mindig mindenből a legdrágább cuccok, PC-t, uh, nekem egy PC-mester mondta, uh, mindig mindenből a legdrágább cuccokkal nem biztos, hogy amúgy jól jársz, mert lehet néha az olcsóbb, az több, mert például a legdrágább lesz az NZXT vízhűtője, és az egyik legszarabb, amit tudsz venni. Még ott lesz az Arctic freezer ami sokkal olcsóbb, és mégis minőség. Tudod mi, uh, kedves Józsi, tudod mi mindig először? előbb az ész, aztán költögesd a pénzt, és mindenféleképpen akkor fogsz jól járni vele. Ha elkezdesz érteni ahhoz, amit csinálsz, akkor a végeredmény az lesz, hogy minőséget kapsz, ha pedig csak mindig arra mész, hogy megveszed mindenből a legdrágábbat, egyszer pórul jársz, mert szart vettél, és egy, vannak túlárazott termékek, amik szarok. Na, kacok, viszont akkor ugye informatikus vagyok? Tudjátok, mi a legjobb egyébként? Tudjátok, mi a legjobb? Inf informatikus vagy? és ilyen dolgokat írsz, hát ez baj. Hát, na, mindegy, programtesztelők is kellenek. Az aplap dobozokban mit szolgál a, az a CD? Ja, egyébként ez egy BIOS visszaíró CD lenne, ha elvileg, vagy egy BIOS upgrade, vagy egy driver alap CD lenne, de soha nem használjuk. Én még életemben nem használtam egyet sem. Artik uh, Patika Cúc, az NZXT egy kuka százzal drágább jaja. Nem baj, ha nem tudja, jó tanuló pénz lesz. Pontosan. Ú Hú! Gyerekek, ott volt egy, vagy ott volt egy rossz, ott volt egy nagyon szép rossz. Na, viszont, ugye mivel Star Wars nap van, három Star Wars-os kérdést, kérdést fogok feltenni, ugye nehezedni fognak, az első egy egyszerű lesz, amire a leggyorsabb ember fogja megkapni, a, a leg, aki a leggyorsabban leírja a választ, azt fogja kapni, a második egy középszintű kérdés lesz, a harmadik pedig egy egyébként kurva nehéz kérdést, amit mondjuk azt, hogy a legnagyobb fanok fognak tudni, és ugye ez, ez a három dolog. Szia, a monitor téren tudnál ajánlani 32-colos IPS minimum 165 Hz? Hát mondjuk azt szerintem ott LG-ből, Asus-ból és MSI-ből nézzél ilyeneket, mert az MSI-nek most van egy 32 nincses 180 Hz-es monitorja tök olcsón. Uh, Oké, okay, Palidi, nagyon jó. Szóval az első Star kérdést kikeresem nektek gyerekek. Ugye játék fogunk most már sorsolni, sima egyszerű Star Wars kérdésekre kell majd válaszolnotok, és én, én már full fel vagyok készülve egyébként a szórakozásra. Aki először beírja, nyilván azt fogja kapni, és én most kikeresem a dolgokat. Az első, mondom, egy ilyen nagyon nagyon-nagyon-nagyon nagyon egyszerű kérdés lesz. Ó, oh, oké, okay, megvan. Nem tud, uh, figyelj, pár száz megvan a pénz, hogy mennyire akarsz gépet kattintsatok csak a profilomra, ott pedig vannak videók, hogy százertől egy millió forintig milyen gépeket rakok össze. És A az első nagyon fontos kérdésem az, hogy a Star Wars-ban, ugye az egész Star Wars-ban ki az első személy, akinek fehér színű fénykardja van, a akit először látunk a, a Star Wars történelmében, akinek fehér színű fénykardja van, ugye így lehet megnyerni a játékot. Úgy már látok baromságokat. Köszönöm szépen a követést! Mm -hmm. Egyébként egy csomó... Egyébként, aki jászókát ír, téved. Ennyi, ennyit nagyon szívesen segítek. És ez a könnyű kérdést, ez egy nagyon... Nem, egy, a Jedi Templom uh, sárga a fénykardjuk. Ugye, ki az első, akinek hófehér fénykardja van? Egyébként én nem fog segíteni, semmit lehet itt tippelgetni. Hopp, érkezett valaki, amiről rá kell keressek. Igen, és ott is van, ott is van, Barnabás nyerte az első játékot. Hát kérlek, a Barnabás, igen, Terra Sinuvé, ugye ő a könyvtárosa egyébként a Republicnak, és ő, ő nyerte az első cuccot. Neki volt az első fehér fénykardja, ugye ő a nagy, nagy bölcselekje az egésznek. Nagyon-nagyon-nagyon gratulálok az első játékothoz. Kérlek, egy privát üzenettel dobd meg TikTokon, és át is fogom küldeni a kulcsod. Na hát, skacok, akkor, akkor érkezik a következő, ami egy pillanat, és... Meg kell keresem a pontos nevét, hogy ugye úgy adjátok meg majd ti is. Oké, okay. egy pillanat, Tü -tü 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 -tü. sose láttam egy részt sem. Hát figyelj gyerekek, á, ilyenkor, jön, ilyenkor jön jól az, amikor valaki látott ilyen dolgokat. Én most itt egy megnevezést keresek, amit, amit a kurva életért sem tudok valamiért megtalálni. De annyi fasság van ideírva. A... Oké, okay. szóval a kérdés, ugye a második kérdés az az, hogy az űrhajó, amit a Mandalóriánban lehet látni, ugye ez a csapat szállító űrhajó, amit a emben láttok, amit ugye a végén át is festenek, ennek mi a neve, ugye mi a neve ennek az űrhajónak, aki ezt így megmondja, az, az nyeri a második dolgot, lehet ez még amúgy egyébként egy könnyebb dolog lesz. Nem. Nem, egyébként a csapatszállítónak. Basz meg. Hármas láttam a droid uh, vezérhajónak, Kampeca. Néde. Oké, okay, itt, itt van egy-két. Van olyan ember, aki, aki kéri a bant és kapja. Nagyon király. Szóval gyakorlatilag csak annak az űrhajónak kell megmondjátok a modell számát, de nem egy csapatszállító gyerekek. Szóval, hogy így, aki látta a mandalorian a mandalorian van egy csapatszállító, amit ugye elfoglalnak, egy birodalmi csapatszállító, aminek ugye meg lesz a neve. És hát nem 16-10 egyébként. Nem. Nexup nem. Nem. Wofosz, tudnál ajánlani egy laptopot max 250 ezer forintig? Nem tudok így ajánlani a laptopot, de egyébként N187 Revel 0678 egyébként nem, nem, ezek a, nem ez a csapat szállító. Nagyon érdekes, mert egyébként teljesen egyszerűen a Bokatán hülyeség nem. egy Starfighter nem. Van laptopjátékra? vagy milyen neve? Van, létezik, hogy ne létezne. Egyébként nagyon egyszerű, ugye azt kell megmondjátok, hogy klassz, micsoda. Én itt Wikipédián kerestem rá direkt ugye a kérdésemhez a dologra, és nagyon-nagyon egyszerű volt megtalálni. Hogy ne lenne kánon, bazd meg? Hát itt minden kánon, amit felteszek. Nem mondom még egyszer a kérdést, öteklasz, nem. Szóval az a kérdés, hogy milyen űrhajó az, aminek a végi a Mandalorian sorozat végén, ugye az űrhajó alá fel van festve a Mandalorian logó is, ugye ez a hatalmas logó, és, és ugye melyik ez az űrhajó? Ez volt a kérdés, ezért tudtok nyerni egy játékot, aki ezt megmondja. 235 lesz, Nem, nem a 235-ös az. Ö, nem is teros. Teros. Bocsánat. Ez nem egy teros. Az megnézem. Nem, nem egy teros. Az is jó, hogyha megmondjátok, hogy milyen... Egyébként ő egy Command Cruiser, by the way. De hogyha tévedek, és rosszat kérdezek, és fájni fog, de nem, mert egyébként neki van. Ja, jót mondok. Nem Class 3, nem 75 as Igen, és Barnabás vitte a második játékot is. Klassz 546. És ott van Máténak az Acquire Tess, ami gyakorlatilag ugye a neve. Arquintess? Arquintess Cruiser? Arquintess Cruiser, hogy jól tudom. Yep. Na most a kérdés az az, hogy Barnabás szeretné a második játékot is, vagy átengedi a Máténak az Arquintesshez. Ezt így megvárjuk, hogy válaszoljon, majd majd felteszem a harmadik kérdésem. Uh, ezt a Máté írta, nem a Barnabás. Ja, mehet neki nyugodtan? Oké, okay, akkor nem szeretné a Máté. Hát akkor uh, átengedem, más is nyerjen. Na, hát akkor most, most beszéljétek meg, és eldől, hogy majd kiír rám. Én addig a harmadik kérdést egy kicsit lerészletezem, mert ugye rájöttem, hogy... Mi? Most ki kidingel? Akkor a Máté meg a Barnabás nyertek egy-egy játékot, ez így teljesen rendben van. Az meg, de volt egy jó kérdésem, és elfelejtettem, mert, mert ez is egy, ez ugye most egy utolsó, ez nagyon nehéz kérdés akar lenni. Pillanat, keresek valamit. <töntő> Egy pillanat, mindjárt megvan, amit szeretnék. Köszönöm szépen a követést! Szóval a nagyon, a, a nagyon fasz a kérdés, és erre ez lesz az utolsó, hogy melyik az a bolygó, ahonnan a köztársaság, ugye a Republic kapja az üzemanyagot. Szóval, hogy honnan vásárolják az üzemanyagot, még az üzemanyag bolygójuk. Ennek a bolygónak a neve lesz a helyes válasz a harmadik kérdésre. Ugye, aki először írja, az az nyeri mindig. A, a, a kulcsokat pedig úgy kapjátok meg TikTokon, hogy rám írtok. Privátban, hogy én nyertem az első kulcsot. tehát Ugye Barnabás az elsőt, a másodikat Máté. Én ezeket felszoktam írni egyébként a neveteket, szóval hogy nem írhat rám bárki, hogy jéj, én nyertem, hanem fel van írva nálam is. Nem az Abafar egyébként, a Korélia egy teljesen más tudsz gyerekek. Uh, most van vége a streamnek, és éppen nyereménye, ilyen Star Wars nyereményjáték véget a. Uh, csinál, három kulcsot kisorsolok köztetek. Uh, <coughs> a Paragus 2, az is egy üzemanyag bolygó, de nem. A Kessel az egy fűszerbánya, szóval offos. A Kessel egy fűszerbánya, az meg a fűszer nem üzemanyag. Melyik az a bolygó, ahonnan a köztársaság szerzi az üzemanyagát? Az a jó, hogy direkt ránéztem, hogyha ezt így rákeresel, nem adja ki. Szóval ugye itt emlékezni kell arra a Clone Wars epizódra, amikor ugye elmennek az üzemanyag bolygóra, és mi történik azon a bolygón. És akkor ott említik ezt az ominózus mondatot, hogy igen, innen van az üzemanyagunk, mert az űrhajók üzemanyaga egy kulcs tétele annak, hogy és akkor aki már így, így vágja az epizódokat, akkor le fog esni, hogy itt mi is történik. Amúgy a BISZ nem, a MANEM nem, egyébként a MANEM is egy üzemanyag bolygó. A TARIS sem, az, az egy építő, a baz meg beszarok. Mi? Izé, az üzemanyag gőzhajtású, aki égetik a fát, azt úgy nyomják neki, vagy mi a faszom? Na, malak, nem? Leírhatod, egyébként, ha tudod, leírhatod. Rihódium, nem? Ipsidion, nem? Malasztor, ott van, kérem, Vadalma nyerte a Malasztor, a Malasztár a bolygó, ahol ugye az Illó legyőzik, és az Illó hatalmas nagy gyengesége a sugárfegyverek mellett az üzemanyag, hiszen belefullad és nem bírja elviselni. Szóval igen, a Malasztér volt a helyes válasz, és akkor Vadalma nyerte a harmadik játékot. Ti kérlek, írjatok rám privátban. Köszönöm szépen, hogy részt vettetek az élőadáson. Legyen csodálatosan szép estétek. További szép napot mindenkinek. Sziasztok!